Nagyon sok szeretettel köszöntelek új medicínások, biológikusok, biológikusan gondolkozók. Ez most a nem tudom már hanyadik Facebook élőadás, ahol kifejezetten biológikával, új medicínával foglalkozunk, azon belül is egyes témákat fejtegetünk, nézegetünk, bontogatunk ki részletesebben. Persze ez az alkalom arra is tökéletesen alkalmas, hogy esetes összefüggéseket, föltáró kérdéseket föltegyetek, tehát hogy melyik konfliktus mit okoz, vagy melyik tünetet, melyik konfliktus okozza. Azonban itt a Facebook élőadások során már nagyon sok mindent megbeszéltünk, tehát szerintem most egy kicsit fókuszáljunk úgymond az elvi dolgokra, a konfliktusra, hogy hogyan működik ez a konfliktusosdi, és miért kell nekünk ezekkel tisztában lenni. Igen. Jó. Na. Gyertek csak. Szuper. Azt a mindenit, már mindjárt 200-an vagyunk. Köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Igyekszem nagyon tömören, röviden, remélhetőleg egy órába összefoglalni ezt a komoly témát, ami évek óta, éveken keresztül nagy rejtély, misztikum, valahol egy kicsit olyan titok dolog is, megmondom őszintén, mert ugye kiukadunk, na kezdem, akkor vágjak bele. Szóval, hogy a biológiai konfliktusok elváltozásokat beindítanak. Az, hogy milyen feltételei vannak egy biológiai konfliktusnak, korábbi adásokban már részleteztük, fejtegettük, tehát röviden összefoglalom, most tényleg nem ebbe akarok, szeretnék belemenni. Tehát az elváltozás beindító biológiai konfliktusnak vannak ismertető jegyei. Anya természet nem bízta véletlenre, hogy mikor indít be egy testi vagy mentális elváltozást, és ugye drámai, felzaklat, megérint, kiakadunk, bekattanunk, rácuppanunk, képesek vagyunk a lelki nyugalmunkból a konfliktus témája miatt kizökkenni. Második, váratlan. A váratlanság alatt ugye azt értjük, hogy nem számítottunk rá. Tehát még nem gondoltunk bele, és akkor rádöbbenünk, vagy egyszerűen meglepetésként éri az embert, hogy fú, ezt az életszituációt, ezt nem terveztem be az életemben, nem így képzeltem. Tehát váratlan. Harmadik, megütközés jellegű. Konfliktus jellegű. Tehát a megütközés az azt jelenti, hogy fennakadunk. Ez így nem jó. Nekem nem lesz jó. Ugye elfogadhatatlan, tűrhetetlen, elviselhetetlen. Ez a megütközés jellegűnek egy kicsit ilyen bontogatása. A negyedik ismertetőjegy a biológiai konfliktusnak, hogy elszigetelten megélt. Erről a témáról nem beszélünk másoknak. Egyrészt, mert nem tudunk, nem akarunk, szégyeljük, illetve azért nem, mert sokszor még magunknak se fogalmazzuk meg, hogy mi a kínunk. Nem jó. Fölzaklatjuk magunkat, szegény agyunk meg így csapkod, hogy na most szegény gazda, most milyen érzelmi frekvencián lovagol, hogy most akkor hogy reagáljak. Tehát elszigeteltem, megélt, nem beszélünk róla másoknak, és sokszor még magunknak se fogalmazzuk meg, hogy mi a lelki bajunk. Az ötödik pedig az, hogy elszigetelt, átmenetileg nincs megoldása. Tehát csak akkor indul be egy természetes elváltozás, ugye konfliktus aktív szakaszban daganatnövekedés vagy sorradás, hogyha mind az öt ismertető jegy, vagy mondom feltétele a biológiai konfliktusnak áll, feláll, megáll, létezik, létrejön. Ha bármelyiket kiiktatjuk, akkor ezzel ki tudjuk kapcsolni a biológiai különprogramot, és akkor ugyanannyi idő alatt, amennyi ideig a konfliktus aktív szakaszban voltunk, regenerálódunk, a daganatok elbontásra kerülnek, sorvadások gyulladása, újra felépülnek. Ezért a konfliktusok feltárása, a konfliktusok beazonosítása egy kulcs jelentőségű dolog az egészségünk szempontjából. És ami nekem a mániám, hát most ugye nem mánia, csak az én heptám, szenvedélyem, az én veszőparipám, hogy csináljuk a dolgokat úgy, hogy ne legyünk másokra uthalva. Tehát ezért nem lesz ebből a biológikából egy ilyen szolgáltatóipar, mert itt arról szól a történet, hogy tanuld meg, értsd meg, lásd meg az összefüggéseket, legyél okos, ügyes, kreatív, azt old meg a problémáidat, ne legyél sose másra utalva, ne kelljen terapeutához járni, ne kelljen kuncsorogni, ne kelljen függeni másoktól. Tehát igazából ez a tudás azoknak való, akik cselekvőképesek és hajlandóak akarnak magukon segíteni, akarnak jól lenni.
Szóval a konfliktusok keresése, beazonosítása mindig egy fontos dolog. Kicsit hunyorgok, igen, bocsánat, még mindig, mert jójózik a szememet a sok lámpától, de nem baj, csak megszokom már egyszer. Szóval a konfliktusok beazonosítása az egy fontos dolog. És sokszor, ugye amíg az embernek nincsen megfelelő tapasztalata, rutinja, nem vágja így az összefüggéseket, addig találgatózunk. Találgatunk, hogy most jaj van, ez a konfliktus, az a konfliktus, hogy most akkor a 15 konfliktuson közül most még, mert egyiket se tudom megoldani, másikat, ez ezért nem, azért nem, és akkor most hogy van? Na most én azért szeretem a biológikát, új medicinát, mert hogyha nekem van egy elváltozásom, nem is tudom melyik a legújabb elváltozásom, amikor dicsekedhetek nektek, nem tudom, itt látszik-e esetleg itt a kezemen, itt vannak ilyen icipici mikrofekélyek. Hát ilyen icipici mikrofekélyeim vannak. Most ez egy olyan dolog, egy ilyen pitiánél hétköznapi dolog, hogy azzal a dologgal nem akarok foglalkozni, itt tudom én, nem akarok kocsit takarítani, mert most 100 fontosabb dolgom is van. Hogy, és kupla rájön, meg koszos az autó, és valahogy azt is, és nem akarok ezzel foglalkozni. Tehát nem akarom kézbe venni ezt a feladatot. Ugye a szociális konfliktus, mert nem csak magam miatt fontos, hanem mások miatt is, na mindegy. És ez baromi jó dolog, amikor az embernél van egy elváltozás, és gyorsan, ügyesen, hatékonyan rá tud jönni, hogy ez a konfliktus az, ami fűti az elváltozást, na erről kell leszállni, ezt kell tudatosítani, ezzel a dologgal kell megbékélni, kiegyezni, ahhoz, hogy a megoldási szakaszba kapcsoljon, és ne fokozódjon tovább az elváltozás. És falra mászok sokszor, megmondom őszintén, mikor ilyen konfliktust keresgélünk, konfliktussal foglalkozunk, és akkor megy a nagy spiritualizálás. Én megmondom őszintén, hogy ebből a szempontból lehet, hogy egy kicsit ilyen földhöz ragadt vagyok, mert nekem mindig az eredménye fontos, a gyakorlati eredmény, tehát minek foglalkozok valamivel, ha nem sok eredménye van, úgyhogy inkább olyanokkal foglalkozunk, van eredménye. Tehát a konfliktusok feltárásánál is fontos lenne, hogy tudjuk azt, hogy mire kell odafigyelni, hogyan működik ez a konfliktus, mi az a biológiai konfliktus, miért biológiai konfliktus az, és hogyha már megtaláltuk, beazonosítottuk, akkor mit kezdjünk vele. Na, erről szeretnénk egy kicsit részletesebben beszélni. Szervusztok, üdvözlök mindenkit szeretettel. Jaj, de jó, sokan vagyunk. Há, szuper. Szóval, tehát, hogy ne kelljen másokra utalva lenned, hogyan tudod a konfliktusokat gyorsan, ügyesen megtalálni? Ugye ezt nevezhetjük önkonzultációnak is, mert az ember, amikor szarul van, elváltozása van, ezért-azért, akkor így belegondol, hogy na most akkor hogy is van ez, magamnál hogyan tudom ezeket a konfliktusokat feltárni. Hogyan működik ez? Hát ugye kezdjük ott, hogy miről veszem észre, hogy konfliktusban vagyok. Ugye minél enyhébb egy konfliktus, annál nehezebb észrevenni. Minél drámaibb, annál nyilvánvalóbb, néha még a rokonoknak is. Oda kérlek szépen, ne pakoljál, mert mozog a kamera. Köszönöm. Szóval, miről veszem észre, hogy konfliktusban vagyok? Én azt vettem észre magamon, ugye, hogy magam saját példámból induljak ki, hogy amikor konfliktusban vagyok, akkor azt az adott témát nagyon nehezen bírom kiverni a fejemből, és amikor azon a témán, azon a dolgon gondolkozom, akkor még így érzelmileg is megindulok. Tehát ilyen érzelmileg valamiért az ember felzaklatódik. Ugye volt már olyan élőadás, ahol a biológiai konfliktusok mögött rejtőző feszültséget, vagy úgymond hajtóanyagot biztosító félelem, kétségbeesés, idegeskedés, felindulás, aggodalom, ha van mögötte. Magamnál azt vettem észre, hogy ugye alig bírom ezt a dolgot kiverni a fejemből. Tehát valamiért azzal a dologgal foglalkoznunk kell, vagy nem bírjuk abba hagyni, hogy ne foglalkozzunk vele. Tehát ez a dolog nem egy olyan dolog, hogy na most akkor, tudom én, félreteszem a viráglocsolást, hogy mondjak egy egyszerű dolgot, vagy a hétköznapi dolgot, a vasalást, és akkor főzök egy teát, érted? És akkor
Ez olyan dolog, érted, mintha vasaláshoz kapcsolódik a konfliktusom, és már teát főztem, már 6-szor fölmostam a házat, már elmosogattam, már kiporszívoztam, és végig csak a vasaláson jár az eszem. Érted? Tehát ez a csinálom, de nem itt jár az eszem. Ugye szerencsénk van abból a szempontból, hogy ha enyhe egy konfliktus, akkor enyhe az elváltozás is. Tehát az ilyen csipcsup kis konfliktusokból sose lesz végzetes vagy kockázatos, vagy elmezavarok, súlyosabb elmezavarokat okozó elváltozás. De mégis azért az embernek jó dolog az, én támogatom, hogy naponta egyszer-kétszer azért nézzünk tükörbe, hogy most akkor hogy is van ezzel? Hogy is vagyok én ezzel a dologgal? Hogy most képes vagyok még fölzaklatni magamat? Van ott valami tétje a dolognak, ugye? Jön a következő. Mindjárt. Tehát szembe kell nézzünk magunkkal. És nem ártana néha egy ilyen kis listát csinálni a fejünkbe, hogy na mik azok a dolgok, amelyek tudnak engem nyomasztani, zaklatni, idegesíteni. Tehát ahhoz, hogy egy elváltozás beinduljon, kényszeres gondolkodást veszel észre magadon, és még esetleg hideg végtagokat. Na most, ahhoz, hogy a hideg végtagok láthatóvá váljanak, az étvágytalanság feltűnővé váljon, ahhoz azért már kell egy jó kis konfliktus. Tehát ott azért már komoly életviteli fennakadásnak kell lenni, hogy az ember tényleg gyakorlatilag elfeledkezzen, vagy elhanyagolja az evést az idegeskedéstől. Ugye mondják, hogy a ráktól lefogy az ember, hát nem a ráktól, hanem a szimpatikotóniától, a tartós stresszes állapottól fogyunk le, mert nem eszünk. Nem az a fontos olyankor. Ugye a biológiában ez a szimpatikotónia azt jelenti, hogy távolj vagy menekülj, és ilyenkor nem a kajájára az eszünk. Szóval észre kell vegyük, hogy konfliktusban vagyunk, mert jó az, ha még idejek korán észrevesszük azt, hogy beindult egy elváltozás. És a szerencse az, hogyha úgy el kell gondolkoznod, hogy na, vajon van-e valami olyan dolog az életemben, amit úgy nem tudok mit kezdeni vele, ha így el kell gondolkozni, akkor nem valószínű, hogy épp most benne vagy ilyen súlyos drámai konfliktusban. De hogyha, mit tudom én, kaptál egy diagnózist, és fölmentél az internetre, és azt láttad, hogy fú, ennél a betegségnél a halálozási ráta 98%, és hogy mit tudom én, 5 éven belül nyista, és akkor betolsz, na az a dolog, ott egy nagy kérdőjel, vagy kétségbeesés keletkezett a fejedbe, és ez már beindíthat elváltozást. Tehát, hogyha azt veszed magad észre, hogy fú, áll azon jár az eszem, hogy na most megmaradok, nem maradok, hogy lesz, mint lesz, megnyomorodok, nem nyomorodok, akkor az már foglalkozni kell vele. Tehát, ha okosak vagyunk, akkor beépítjük a hétköznapi életünkbe, ugye, ha okosak vagyunk és biológikusan gondolkozunk, akkor beépítjük az életünkbe azt, hogy az ember naponta egyszer-kétszer azért belenéz a lelki tükrébe, hogy most jó vagyok? Meg vagyok? Most nyugiba vagyok? Most ez így, ha az életem így megy tovább, akkor az jó lesz nekem? Ugye ezek az ilyen önkonzultációs szűrő kérdések. Fogok én itt ciporkázni kérdésekkel egyébként, ilyen önkonzultálós kérdésekkel. Jegyzeteljetek, vagy majd a végén megnézitek esetleg még egyszer, mert tényleg jó sok kérdést hoztam. Ez az élőadás tulajdonképpen fel fog érni egy olyan konzultációval, ahol aminek alapján már magadat is le tudod konzultálni. Jó, persze ez az összefüggések ismeretét nem helyettesíti, meg az orvosi közreműködést sem, meg a gyógyszereket sem, tehát ezt már ezerszer elmondtam. Tehát ez nem egészségügyi szolgáltatás, hanem lelki dolgoknak a feltárása, lelki folyamatoknak a megértése, és hogy ezek hogy befolyásolják a biológiánkat. No, miről veszem észre, hogy konfliktusban vagyok? Állandóan azon a dolgon kattogok, nyomaszt. Eszembe jut, nem tudok mit kezdeni vele. Meg kéne oldani, jó lenne, ha nem lenne az a probléma az életemben, és akkor erről veszed észre. Tessék listát csinálni, hogy van, mint van, hány ilyen dolog van. Sokszor az agynak még az is sokat számít, hogyha legalább leírod, hogy igen, akkor ott van az a dolog, azzal az ügyintézős dolog, amihol el vagyok akadva, és úgy fölbírom idegesíteni magam rajta, hogy ihaj, mert mit tudom én, időpocsékolásnak érzem, stb., de mi mindjárt megyünk bele a fontosságokba. Össze kell írogatni. Nem árt. Nyilván egy olyan papírra írogasd össze, amit nem teszel ki másnak, vagy ez egy belső dolog. Lehet telefonba, ugye most már titkosítva minden fülét átárolni. Úgyhogy
nem árt azért ezeket a dolgokat is a hosszú távú egészségünk érdekében egyfajta ilyen prevencióként, önvizsgálatként, időnként. Én azt javaslom, hogy napján szinten egyszer-kétszer a tükörről jusson eszedbe, akkor meglátsz egy tükröt, na, jó vagyok, meg vagyok, benne vagyok konfliktusban, igen, nem, jó, nem, akkor vajon tovább az élet, és akkor nyugodtan lehetsz, hogy nem generálsz elváltozást. Na, amikor elszenvedünk egy konfliktust, ugye, itt indul be az elváltozás, és amikor elszenvedjük a konfliktust, akkor úgy, na ez a következő kuriózum, hogy amikor elszenvedjük a konfliktust, akkor ott vagyunk abban a felfokozott lelki állapotban, és valahogy reagálunk. Na most az, hogy reagálunk, meg hogy reagálhatunk, ezt én tudom, hogy Hamed doktor azt mondja, hogy ez ugye véletlenen múlik, meg hogy véletlenszerűen dől el. Én azt mondom, hogy ez nem a véletlenen múlik. Hanem attól, hogy én hogy reagálok egy helyzetbe, először is függ az állapotomtól, tudod, ismered már, éhesen, szomjasan, pisisen, kakással, fáradtan és kielégítetlen, nincs probléma megbeszélés, tehát ez az állapotra vonatkozik. Hogy amikor elszenvedjük a konfliktust, ugye fölfokozott állapotban vagyunk, és akkor nem a véletlen határozza meg, hogy hogyan fogok reagálni, hanem először is. Van egy beépített biológiai reakciós mintánk. Tehát most függetlenül az, hogy kinek milyen neve, tehát hogy függetlenül attól, hogy a születés után milyen programozásokat kapunk, milyen mintákat látunk a szülőktől, milyen ugye a tekintélyszemélyektől, hogy amikor ugye eltanuljuk, hogy na, egy ilyen esetben föl kell kapni a vizet, ott akkor az összeomlik a világ, érted, és akkor így eltanuljuk ezeket. Tehát a születés után összeszedett programoktól eltekintve, azért nem véletlen, hogy milyen, hogy reagálunk, mert nekünk létezik már egy biológiai beállítottságunk, egy biológiai programozottságunk. Létezik 4 fő konfliktus kategória, és ha egyáltalán elszenvedünk konfliktust, ezekkel tudunk reagálni. Tehát az agyunkban nincsenek beépítve olyan konfliktus minták, olyan dolgokra való érzékenységek, amik nem veszélyeztetik a túlélést, vagy amik nem jelentősek, nem fontosak. Csak azok, amik fontosak. Ugye, tehát amikor megszületünk, már velünk született tulajdonságunk az, hogy vannak bennünk beprogramozott érzelmi mintázatok, patterns, tehát hogy vannak ilyen mintázatok, ott olyan alapérte, föl van telepítve már az agyunkba, tudod, ilyen automata, kompakt installos, tudod, és mikor megszületünk, és utána jönnek az életünkbe konfliktusok, és bedrámázunk, akkor az agyunk nézi, hogy na, akkor hova? Á, odaillik, bosszankodás, á, birtokbosszúság, akkor most ezzel így reagálunk, érted? És megvannak ezek a minták, ezek a konfliktus programozások, hogy egyáltalán milyen konfliktus indíthat be elváltozás a testünkben, és ugye ezzel rendelkezünk. Tehát amikor egy drámai sokélményt elszenvedünk, és nem tudjuk, hogy reagáljunk, se köpni, se nyelni nem tudunk, ugye mondja a magyar, ugye egy ilyen ledermedés, megdöbbenés, tehát úristen, most mi van? Akkor az agyunk rögtön nézegeti, hogy aha, mihez hasonlít ez? Mit ér ez a gazda? Mi pörög a fejébe? Milyen érzelmet penget? És akkor na arra, vagy amihez legjobban az hasonlít, arra beindít egy elváltozást. És tulajdonképpen ez is egy nagy misztikumnak a leleplezése lesz most itt élőben, mert ugye írott helyen már pár helyen megvan, hogy igazából nem becsapjuk az agyunkat, ahogy ezt régen mondtuk, meg hallottuk, hogy az érzelmi drámázásokkal becsapjuk az agyunkat, és akkor egy belső elváltozással reagálunk a külvilágbeli eseményre. Én nem úgy mondanám, hogy becsapjuk az agyunkat, hanem félrevezetjük, félreértés történik, érted? Nem tanuljuk meg felnőtt fejünkre, mire elvileg kifejlődünk fizikailag, ugye nem tanuljuk meg, hogy a lelki dolgokat hogyan kell kezelni, ki tudunk borulni,
mert még nem tanultuk meg, még most van kialakulóban ennek a kultúrája, hogy hogyan tanulja meg azt, hogy sose kapom föl a vizet. Elszalad velünk néha a ló, és akkor az agyunk megpróbálja az életünket megmenteni. De csak azért, mert egy, ugye nem tanultuk meg, hogy kell konfliktusokat kezelni, hogy mi az a konfliktus, miért jó az a konfliktus, miért nem kell annyira túl dramatizálni a konfliktusokat, meg az, hogy hogyan kezeljük a konfliktusokat, hogy na, óriási nagy téma, tudom, úgyhogy aha, jó, figyeljetek csak, én azt kérem, hogy addig ne szórjátok az elvált, különböző elváltozásos kérdéseket, mert egyrészt zavar, hogy így szaladnak a sorok, a másik az, hogy addig úgy se tudok vele foglalkozni, és akkor utána beírnak még 100-an, az első 50 meg nem látszik már. Szóval köszönöm szépen a kérdéseket, még egy picit várjatok a feltevésével, hogy majd amikor itt az ideje, akkor lássam és tudjak rá reagálni. Szóval, amikor konfliktusban vagyunk, akkor ugye nekünk az agyunkban vannak ilyen előre telepített minták, falat konfliktusok. A falat konfliktusokat úgy is mondhatjuk, hogy túlélést, létezés stabilitást veszélyeztető konfliktusok. Vannak ilyen új kifejezések, tudom, ez is egy relatíve új, nem sok helyen hangzott még el, hogy nem akarlak itt ilyenekkel izgatni, hogy egzisztencia integritás konfliktusok, mert szerintem senki nem érte, hogy ez mit jelent. Hát ez az, hogy a létezés stabilitási konfliktusok. Ezek a falat konfliktusok, akkor vannak ugye a sérülés félelmi konfliktusok, vannak a különböző funkciók, képességek miatt elszenvedett bánkódások, konfliktálódások, az önértékelési konfliktusok, és vannak az elhatárolódási konfliktusok. Ez a négy konfliktus kategória létezik, ugye a Szervatlaszban az alapismeretek részét tessenek áttanulmányozni, és hogyha az általam megélt dráma vagy érzelem, konfliktuskor megélt érzelem vagy dráma hasonlít valamelyik ehhez, akkor rákényszerítem az agyamat, hogy hello, én nem tudom ezt a problémát megoldani, hódszorú vagyok miatta, ki vagyok akadva, nem tudok megnyugodni, amiatt, hát segíts már. És akkor az agy megnézi, hogy aha, hát jó, nem tudom valamint túltenni magam, hát ez a biológiában ott szokott lenni, hogy mit tudom én, belekeményedik a kaja a belünkbe, érted, és akkor megszorul a kaja, akkor rásegítek, érted. És az agyunk próbál a lehetőségéhez mérten rajtunk segíteni. De csak azért, mert a lélek fölmondta a szolgálatot. Mert a lélek bedobta a töröl között, mondhatom azt, mert a lélek úgy gondolja, hogy ő nem tudja megoldani. De most ez is egy hiedelem, hogy nem tudunk valamit megoldani, és gyakorlatilag ezzel rákényszerítjük az agyunkat, hogy csináljon egy elváltozást. A kisebb elváltozásoknál ez szinte nem játszik szerepet. Tehát most jönnek, itt egy pattanás, ott egy kiütés, itt viszket, ott, mit tudom én, dzsenga fülem, akármi, ez nem tétel. Tehát kis elváltozások nem tétel. Viszont, amikor már több konfliktusa van valakinek, és mondjuk mind a kettő ugyanazon nagy részbe csapódik be, akkor bizony megjelenhet lájtos skizofrénia, kicsit más színben látjuk a világot, kicsit úgy elmérjük a szerszámunkat szélsőségekbe, esik vagy elő valami konstellációba az ember. Tehát tudunk ám ezekkel magunknak ártani is, hogyha nem figyelünk oda ezekre. És ugye hagyjuk most a konstellációkat, jó téma, szuper téma, de most ugye konfliktusokról beszélünk, hogy kicsi konfliktus alapvetően nem baj, mert tanulságnak szuper, de ha már több van, akkor attól egy kicsit meg tud zakkarni az ember agyilag, és tud hülyeségeket csinálni. Tehát a konfliktusokat ezért is érdemes feltárogatni. Na most akkor picit foglalkozunk azzal, következő kérdés, hogy feltártam-e a fontosságaimat? Ez lesz most a következő dolog, amit próbálok magyarul beszélni. Ez lesz a következő téma, amit szeretnék egy picit boncolgatni. Feltártam-e a fontosságaimat? Tehát amikor egy konfliktust elszenvedünk, akkor amiért a konfliktust elszenvedjük, ott mindig van tétje dolognak. Csak ugye nagy semmire, csak ugye nagy luftra nem fogunk konfliktust megélni, meg drámázni, meg kiakadni. Tehát az egy dolog,
hogy amit az XY mondott, azt én most sértésnek, vagy megalázásnak, vagy egy egzisztenciális veszélyeztetésnek élem meg, ez most részletkérdés. Mert minden konfliktus mögött van valami fontosság, ami miatt az a dolog, hogy most akkor most sértés, vagy meg, ilyenek vannak, de aznál a dolognál, ami konfliktus és biológiai konfliktus, ott van tétje a dolognak. Érted? Tehát az, hogy most XY beszólt, ez egy dolog. Ilyen már volt a fejlődés történet során az evolúcióban egy párszor, de miért is akarok, miért is kell, hogy az agyam reagáljon egy elváltozásra? Mert annak van tétje. Annak van egy fontossága, hogy az a dolog nekem miért fontos. És akkor ilyen fontosságok vannak, hogy becsület, adott szó, tisztesség, korrektség, tisztességesség, és még sorolhatnám, összetartozás, lojalitás, és egy csomó ilyen dolgot fel lehet hozni, egészen odáig visszamenve, hogy akár a túlélést is veszélyezteti az a dolog. Tehát amikor benne vagyok egy konfliktusba, mit tudom én, az anyós beszól valamit, ez engem haza tud vágni, föl tud zaklatni, föl tud idegesíteni, akkor nézd meg, légy szíves, hogy egy ilyen szituációban mi a te fontosságod. Hogy ha az a fontosság az meg lenne, rendben lenne, ha az a szükségleted, fontosságot ki lenne elégítve, akkor az dolog nem lenne különösebben fontos, érdekes, megérintő. És sokszor ezt se csináljuk meg. Tehát, hogy benne vagyunk konfliktusban, de hát utálom, amikor, mit tudom én, a fogkémet csubusnak nem teszed vissza a tetej. Oké, de miért? Miért utálod magadnak? Bevallottad már, hogy miért utálod? Vagy miért szereted valamit? Vagy miért nem szereted azt, hogy? Te miért? Érted, azt is mondhatod, hogy mert nekem ez a normális. Mondhatod, csak legyen megfogalmazva, és ugye az is jó lenne, hogyha a célszemélynek is elmondanád, hogy te miért vagy képes azon fölzöklatódni, mert lehet, hogy esetleg a te családodban az a normális. Másnál meg nem volt szokás, érted? Egyébként párkapcsolat is szuper jó edzőterep, mert rengeteget tudunk egymástól tanulni, és ugye jó párkapcsolatban jó tulajdonságokat tanuljuk egymástól, a hülyeségeket meg segítünk egymásnak kikoptatni a hétköznapjainkból, a esetleg haszontalan, értelmetlen dolgokat, hülye konfliktus lereagálásokat és ilyen dolgokat. Na kérem, tehát a fontosságaidat fel kell tárni, hogy miért fontos az neked. Tudom, hogy ha most nem vagy benne konfliktusban, akkor ez nem biztos, hogy olyan nagy dolognak tűnik, de majd figyeld meg, amikor benne leszel, akkor ezt meg kell nézni. Mert tudod, a fontosságok, a biológiai szükségleted, vagy nem mondhatom, hogy a fontosságaid, azok a konfliktus vitorlájában a szél. Érted? Hogyha ha nincs szél, a legnagyobb vitorlás sem megy valami gyorsan. Tehát ez a poén az egészben, hogy nézd meg, hogy az neked miért fontos. És akkor, mit tudom én, azt mondjuk erre az anyósos dologra, hogy hát az anyós nem tartja tiszteletbe a vonalakat. Például, ha már felhoztam ezt az előbbi témát, hogy anyós nem tartja tiszteletbe ezeket a vonalakat. Oké. Akkor, tehát az én fejemben vannak vonalak, és fordított helyzetben én ezt nem tenném meg. És rosszul esik, hogy ő megteszi. Jó, hát szeret, érted? Azért jön, mert szeret, érted? Hát imád, hozzon sütit, érted? De minek jön ide, érted? Tehát ilyenekből tudunk ilyen territoriális konfliktusokat elszenvedni. Tehát miért fontos az nekem? Miért nem jó úgy nekem? Terítsd ki, találd ki, fogalmazd meg. Tehát annál a konfliktusnál mi a fontosságod? Egyébként, hogyha van ötletetek, akkor nyugodtan ilyen... Összeszedtünk már egyébként egy 80-100 ilyen fontosságot, ami az embereknél felmerülhet, de ha neked van esetleg valami olyan fontosságod, ami szerinted nem általános, és nem ilyen, hogy igazságosság, becsületesség, meg ilyen általános alapigények, akkor írd ide be. Kíváncsi vagyunk rá, hogy van-e valami olyan fontosság, amit mi még nem tudatosítottunk magunkba, hogy akár nekünk is lehet olyan. Na, a következő téma, tehát, hogy feltártam a fontosságaimat? Miért fontos nekem az?
minek kéne rendben lenni, kielégítve lenni, meg eltüntetve lenni, másképpen lenni, hogy ilyen jó tudjak lenni. Oké. Következő. És itt jönnek majd az izgalmasabb dolgok, hogy feltártam a fontosságomat. Nekem azért fontos ez, mert miből ered ez a fontosságom? Mert ha megfigyeled, másnak nem az a fontosság, ami neked. Sőt, elég ritka az, hogy két embernek egy ilyen konfliktus szituációban ugyanaz lenne a fontossága. Tehát honnan ered a fontosságom, miből ered, amiért egyáltalán konfliktálódom? Ha neked nem lenne ott az a fontosságod, akkor így elmenni a konfliktus mellett, hát összetört, kezd. El van intézve. Nem érdekel. De az valamiért fontos. És ugye az, hogy az a fontosság honnan ered, hogy hol tanultad, kitől kaptad ezt a mintát, ki mutatott neked olyan mintát, hogy egy ilyen helyzetbe így kell reagálni, vagy hogy egy ilyen helyzetben ezen a fontosságon kell lovagolni. Hát tudod, az a nagy büdös helyzet, hogy amikor idejövünk, inkarnálódunk a Földön, és akkor itt elkezdjük a földi utazásunkat, relatíve hát nem. Szerintem semmi hülyeséget nem hozunk át onnan, és akkor itt szedjük össze ezeket, hogy hát, amikor mit tudom én, nagyapám eltörte a kaszát, akkor még a nyelét is összetörte mérgébe, érted? És akkor ezt gyerekként látod, és akkor te így ugyanúgy fogsz reagálni. Jó, persze az agy máshol, másoljuk a mintákat, másoljuk a konfliktus lereagálásokat, és akkor ismételjük ugyanazokat az elváltozásokat, mint az ősök. De most nem ez a lényeg, hanem az, hogy honnan ered a fontosságom, hogy ez egy ilyen hozott dolog, na arra akarok kiukadni, hogy ez egyáltalán a te fontosságod? Ezt te döntötted el, hogy ez neked fontos lesz? Vagy hát így szoktak leagálni, mert egy férfinak aztán, mit tudom én, verni kell az asztalt. Ja, te biztos? Biztos, hogy attól férfi a férfi? Vagy attól nő a nő? Tehát most picit figyelmen kívül hagyom azt a biológiai alapprogramozást, amivel megszületünk, mert az még nem kényszerít rá minket arra, hogy konfliktusokat elszenvedjünk, vagy szituációban konfliktust éljünk meg. A mai világban egyébként már baromi kevés az olyan konfliktus szituáció, olyan természetes konfliktus lenne. Általában ugye mi emberek egymásnak csináljuk a konfliktusokat. Mondhatom azt, hogy az emberek az emberektől vetekszenek, meg nem a természettől, meg nem a természetnek a folyamataitól, dolgaitól. A fontosságok. Honnan ered az a fontosság? Milyen minta? Honnan származik az a minta? Kitől láttad te azt, hogy ezt így kell reagálni? Kitől láttad azt, hogy egy ilyen szituációban neked föl kell izgatódnod, meg kell ütköznöd, ki kell akadjál? Milyen tekintély személyek vannak az életedben, szülők, nagyszülők, tényleg akire felnézel, akik így reagáltak? Mert néha azt is észrevettem, hogy ez is segít, amikor az ember konfliktusban van, hogy itt felszoktam izgatni magamat, de pakker, ez csak egy rossz szokás. Egy olyan szokás, amit mit tudom én, kicsúszik a kezemből valami, akkor káromkodok egyet, érted? Ez is egy rossz szokás. De valakit láttam az életemben, hogy elejtett valamit, és úgy káromkodott, és akkor úgy azt láttam helyén valónak, hogy az úgy helyén van, agyam elraktál, aztán én is produkálom. Ugyanezen a fontosságokkal. Amikor nagyapád, nagyanyád azt mondta, hogy meg amikor anyukád azt elkezdett panaszkodni, és akkor te azt végighallgattad, és akkor ettől kialakul a fejedbe egy olyan illuzórikus kép, hogy például az a férfi, aki 7 év, 8 év, 10 év házasság után félrelép, az már nem is férfi, az már egy szemét, az már mit tudom én, az közben lehet, hogy ő a legjobb apa, akire csak úgy tudom, be van savanyodva a nem élete, érted? Nem erről akarok beszélni, nem erről van szó, csak leveszünk ilyen, látunk egy szituációt, és akkor elkezdünk ítélkezni, elkezdünk drámázni, elkezdünk konfliktálódni, hogy fú, akkor engem is megcsaltak, és akkor nálunk is biztos szét fog esni a család, mint azoknál, mert ott is így kezdődött a dolog,
És így tovább, és így tovább. És akkor na, majd én is csinálom a patáliát, hogy, hogy na, mégis. Állj. Te nem ő vagy. A párod nem a mő. Érted? Tehát nem kell nekünk mindig ugyanazt csinálni, mint a mások csinálnak, lehet intelligensen is kezelni a dolgokat. És bocs, azért hoztam fel ezt a megcsalás témát, mert egyik leggyakoribb konfliktus téma, ugye összetartozás, frusztrációktól ne is beszéljünk, hogy hogy miért gondolod te azt, hogy ez nem jó van? Vagy miért gondolod azt, hogy az úgy van jól, ahogy te gondolod? Tudom, faramoci kérdések, de gondolkozz. Amikor benne vagy konfliktusban, tedd fel meg ezeket a kérdéseket, hogy biztos, hogy jól látom? Biztos, hogy az, amikor valaki ezt csinálja, az azt jelenti, hogy és akkor ott nekem föl kell kapni a vizet? Mit tudom én? Na, a bevásárlásnál, amikor láttuk, érted, hogy valaki egy kis komótosan pakol, és a néni kell meg, na, pakoljál már, ne tököljél már, és akkor érted, olyan jó pofa volt az öreg bácsi, érted, akkor jó, az asszony most elkezdett ripakodni, kiosztott, azt pakol tovább, érted, tök nyugodtan, érted, mintha mi se történt volna, és az asszony is lenyugszik, érted, na, ez az az eset, nem is lenyugszik, hanem jó, akkor ezért belül az autó, azt megvárja, még lassan bepakol, és nem szidja tovább, érted? Tehát emberek ezt is csinálják egyébként, hogy úgy összeszoknak, és akkor egy idő múlva, aha, már megint kezdi, jó, már nem veszem fel. Vagy, máskor is volt már ilyen, utána is normális lett, érted? És akkor így az ember így összeszokik, és utána már nem konfliktálódik azon, amivel 5 évvel azelőtt még konfliktálódott, akkor még rosszul esett, hogy már megint hogy beszél velem. Csak akkor nem vettem figyelembe például azt, hogy ja, ő ott másokból főhozaklatódva, és akkor oda mentem, és akkor még nekem is jutott belőle például. Tehát okosodnunk kell. Okosodnunk kell a konfliktusok vonatkozásába is, és megnézni azt, hogy honnan ered az a fontosságom. Miért fontos az nekem? Ez egy minta? Ellestem valakitől, valaki így reagált, így működött a családomban, a környezetemben, tekintély személyek között, hogy én azt gondolom, hogy ezt így kéne? Mi van, ha nem? Imádom azt a kérdést, nem is tudom, melyik tanfolyamon tanultam, na most kapaszkodjatok, ez óriási, imádom ezt a kérdést, hogy no, itt vagyok ebben az évben, és én úgy látom, hogy ez a dolog, és akkor ez így elviselhetetlen meg. És akkor tegye fel az ember magást, hogy és ez igaz? Igaz az, hogy az úgy van, ahogy én azt látom? Vagy csak én látom úgy? Óriási a dolog. Hogy amikor az ember így, tudod, így benne vagy a dologba, és akkor és akkor egyszer csak azt csinálod, hogy jól látom? Biztos? Érted meg, ha jól látod, oké, tényleg, mit tudom, hogy valakinek a cselekedete, egy becsületből is értés, vagy akármi, érted, oké, felkaphatod a vizet, csak azért néha rá kell nézni, hogy biztos, hogy jól látom? De biztos, hogy jól látom azt a szituációt, hogy az, és akkor azzal beindítok magamnak egy elváltozást? Félreértés, nehézség, senkit nem akarok leszoktatni arról, hogy fölizgassa magát. Nyugodtan figyelj, ha nincs belőle elváltozás, ez lehet az életstílusod, a hóbortod, érted? Kinek hogy? Csak ugye itt az elváltozások miatt beszélünk erről, meg az, hogy mit kezdjünk a konfliktusainkkal, érted? Amikor ott vagyunk benne nyakig, és akkor na most mi legyen, érted? Most fejembe mit tegyek rendbe, hogy ne legyen nekem konfliktus, külvilágban mit tegyek, hogy ne kelljen ezzel foglalkoznom, tehát sok lehetőség van. Megyek rajta szépen sorba végig. Tehát a fontosságoknál jártunk, hogy honnan ered. Másik, hiedelem. Hiedelemből is eredhet fontosságom. Tehát, hogy legyen ilyen párkapcsolatos, meg ilyen családos téma, mit tudom én, hogy ha valaki úgy viselkedik, ahogy, akkor az azt jelenti, hogy jó mondtam. Tehát ez egy
ilyen algoritmus, amit úgy rá tudunk tenni szituációkra. Ha valaki azt mondta, akkor az biztos, hogy azt jelenti? Tehát ha bár benne vagyunk konfliktusban, ugye először magunkat tudjuk gyorsan lerendezni, összerakni, összeszedni, összekapni. Aztán a külvilági dolgokat, vagy azzal is foglalkozunk természetesen, de most én ne generáljam tovább a konfliktus tömeget ilyen gőzerővel, magunkba kell nézni, minél hamarabb lehetőleg. Másik dolog például, ami se nem hiedelem, se nem minta, és a fontosságok mögött, vagy a fontosságoknak az alapja lehet, ezek a berögződések. Tehát olyan berögződés hasonlít az algoritmus itt is, de hogy neked milyen berögződéseid vannak? Hát biztos tudnátok sziporkázni, hogy kinek milyen berögződései vannak. Ez csak akkor probléma, hogyha ebből mi már utána konfliktust csinálunk. Tehát mit tudom én? Ismerek egy-két ilyen rendszerető embert. Határeset azt kell mondjam néhány közöttük, mert ugye a rendszeretetnek is vannak fokozatai. Tehát arról tudod megkülönböztetni, hogy elmebeteg vagy a rendszeretet szempontjából, hogy el tudod-e viselni a rendetlenséget. Mert amikor, mit tudom én, lótifutiba vagy, és nincs időd végig takarítani a fürdőszobát minden nap, akkor ugye el tudod-e viselni, hogy most tiszta víz volt, érted? Ha igen, és akkor még tudsz tovább menni, akkor nem valószínű az elmebetegség, csak rendszeretet. De viszont, ha már hülyét kapsz, hogy úristen, már mit tudom én, már menjünk, már törjük már azt a vízfoltot, akkor már gyanús. Ugye ez a megfelelési kényszer, őrületek kategória, velőelemanyi konstelláció téma körébe tartozik. Tehát a berögződések, hogy a fontosságaink eredhetnek tehát a berögződésekből is. Nézd meg, hogy milyen berögződéseid vannak, most nehéz egy kicsit, megmondom őszintén, nem könnyű ez a dolog, hogy tudnék olyan sablonos algoritmust mondani, amit te felismersz a hétköznapi életedbe. De amit az e-mailt mondtam, hogy valaki mondott valamit, amiből én leveszem azt, hogy igaz-e? Biztos? Jól látom? És ha nem látom jól, vagy nem vagyok benne biztos, hogy jól látom, akkor érdemes megkérdezni megbízható kívülállót, ugye lelki bizalmasokat, aki nincs benne a történetben, nem részese az ügynek, hanem úgy kívülről rá tud nézni, ha esetleg te magadat nem veszed észre. Na, ezzel kapcsolatban ugye rendszeresítsél lelki bizalmasokat, a YouTube-on a konfliktusorientált gondolkodás című videót ajánlom neked. Oké. Hogyha a fontosságom berögződésből, hiedelemből, vagy akár egy mintából fakad, akkor tudok-e rajta változtatni? Mert jó, most itt van ez a helyzet, ez a szituáció, és én ezt, mit tudom én, megtanultam a szüleimtől, hogy ezt így kell leragálni, és ezt én sem tudom elfogadni, hogy akkor ránézek, hogy és át tudom a dolgot úgy értékelni, van-e olyan dolog benne, amiért el tudom fogadni. Például, mit tudom én, itt van ez a káromkodós ismerősöm, érted, imád káromkodni, és ez sokáig a feleségének problémát jelentett, mert akkor is káromkodik, amikor nem kéne mások előtt például, és ez a hölgynél egy ilyen összetartozás, frusztráció, konfliktus eredményezett, hogy szégyent hoznám, nem biztos, hogy meg akarok vele jelenni, biztos, hogy ez a pasi akarom én, stb. És akkor ott volt a káromkodás, mint problematika, ahol mögötte ott volt az, hogy de hát én azt szeretem, hogy egy férfi szépen beszél, mindig, ez volt a fontosság. Ugye ennek a tetején van a konfliktus, hogy nem tudom elfogadni, nem, akkor nem biztos, hogy egy ilyen káromkodós, csúnya szájú pasival össze akarok tartozni. És akkor jön az, ugye, hogy tudok ezzel a berögződésen változtatni például. Megnézem azt, hogy ez az egy tulajdonsága van annak a pasinak?
férfinak? Ez, vagy van neki még jó tulajdonsága is? És akkor elkezdem így körbenézni, hogy tudod, csinálok egy ilyen bilancot, egy ilyen egyenleget, hogy na, rossz tulajdonságok, jó tulajdonságok. És megnézem, hogy nagyon lojális, imád engem, mit tudom én, iparkodós, abszolút egy lusta disznó, érted? Így, mész végig. És akkor látod, hogy ha csinálunk egy ilyen önvizsgálatot, akkor sokszor rájövünk, hogy bakker, itt lovagolok ezen a majdnem kimondtam, mit szokott mondani az ismerős, ezen a dolgon, hogy ezt szoktam mondani, az közben ott van még 150 olyan tulajdonság, ami a másik férfiakban nyomokban nem található meg. Hát akkor, hát, apukám, kárunk, hogy gyere, csak maradj velem. Érted? Tehát ezt jelenti az, hogy változtatható ez a minta. Na most, aki alvajáró, aki nem figyel oda magára, nem veszi magát észre, nem néz tükörbe, az nem keveredik túl ezeken a mintákon, és képes a csúnya beszéd miatt beáldozni egy jó kapcsolatot, ami egyébként egy csodaszép gyümölcs, az a jó kapcsolat lehetett volna, ha ki tud egyezni azzal, hogy most mit tudom én, a csessze meg a kötőszó csak csúnya formában, érted? Tessék ezt eldönteni, hogy mi a fontos, mi az igazán fontos. Tehát amikor benne vagyunk, a másik, amikor, tehát most is ott járunk, hogy van a fontosságom, és hogy tudok ezen a fontosságon változtatni. Először is az, hogy nekem valami miért fontos, az nem a semmiből jön. Tehát nehogy lenézd a fontosságodat. Ezek ilyen alapelvek, ilyen életalapelvek szoktak lenni, amik az igazi fontosságok. Tehát nem arról van szó, hogy ja, hogy neked fontos, hát szart le, ne törődj vele, ugye. Láttam a YouTube-on egy ilyen pszichológushoz bemennek, és akkor de nekem ilyen izé van, és akkor mondja a pszichológus, hogy hát hagyja abba. És akkor, megint mondja tovább, hagyja abba. $5, érted? És akkor, de hát hagyja abba, $5, érted? Nehogy, nem arról van szó, hogy neked el kell nyomni, le kell nyomni a fontosságodat, hogy nem, de az fontos. Csak nem, addig lesz az neked egy ilyen nyomasztó dolog, amíg nem tudatosítod. Mert hogyha rájössz, hogy aha, vagy akartam még egy példát mondani, ami ilyen átértékelődött dolog volt az ismerősömnél, azt hiszem, hogy egy ilyen nagyon csúnya válásos párpatvar után történt ez a dolog, hogy az egyik fél, most direkt nem mondok, még csak nem egyse, az egyik fél mondjam úgy, hogy meglopta a másikat. Tehát, hogy lehúzta, nem adta neki vissza a pénzét, stb. Sőt, még azon felül még ugye követelőzött. És hogy akkor addig nem költözik ki a házból, még ameddig ki nem lesz fizetve, mit tudom én. És aki már nagyon kész volt ettől a kapcsolattól, egyszerűen ott háborgott, hogy rohagyom meg, mit tudom én, milyen szemét, utolsó tróga szemét, hogy még ennek tetejéből, még ezt is. És akkor már ahhoz, hogy aláírja a papírokat, már ezt még ki kéne neki fizetni, ugye, meg ez a hatodik dolog már, amit kitalál, hogy még fizesse ki, és akkor majd aláírja. És akkor az illető ott kínlódik szerencsétlen, és akkor oda megy hozzá valaki, aki azt mondja neki, és ez úgy belémvésődött, ezt úgy megbírom jegyezni az ilyen okosságokat, hogy figyelj ide, hát ez a szabadságod ára. Ez fizest ki neki, aláírta, az utána nem kell vele soha többet a büdös életbe találkozni. Hát, és akkor az ember megnézi, hogy jaj, hát fontos nekem az, hogy valaki igazságos legyen. Hát persze, hogy fontos. De most leállsz egy hülyével vitatkozni, érted, hogy most figyelj, lyukak vannak a velőállományában, érted, ha akarna, se tudna korrekten gondolkozni, te meg odamész, és akkor... És akkor megváltoztatja a nézőpontját, hogy aha, ahhoz, hogy én ettől a stresszforrástól megszabaduljak, na szóval még itt van az a pár százezer forint, az húzzál el. Érted? Tehát át kell ezt néha gondolni, és ahhoz, hogy én most itt meg tudjam látni, ahhoz ki kell mászni egy kicsit ebből a dologból, hogy aha, jól látom? Jól látom én ezt, hogy ez a legaljasabb szemétebb, igazságtalan, tolva, rabló ember? Lehet. És mi lenne nekem a megnyugtató megoldás? Az, hogy ne kérjen pénzt? Az, hogy... Hát ott már így is mennyit kért, ugye? Hanem az, hogy
meg kelljen vele többet foglalkozni. Az lenne egy megnyugtató megoldás, ugye? És akkor nyugodunk ki a következőre, amikor stresszbe vagy, tedd fel a kérdést magadnál, hogy erre a dologra mi lenne nekem egy megnyugtató megoldás? Na, szóval, például, amit én nagyon-nagyon hiányolok, és egy kicsit megmondom őszintén, hogy szomorú dolog az, hogy ilyen kevés, relatíve kevés már a szellemileg épp idős ember manapság. Senki ne vegye magára, és nem akarok tényleg senkit megbántani, de a nagy általánosságban azt lehet elmondani, hogy mire valaki 60-70 80 éves lesz, addigra már olyan mennyiségű gyógyszert eszik, önszántából, tegyem hozzá, annyi mindennel lemérgezzük magunkat, hogy manapság az ilyen nagyon talpra esett, okos, éleslátó, idős emberek, akik régen a fiataloknak tekintélyként funkcionáltak, és nehéz élethelyzetekben így tudták az ilyen okos tanácsokat mondani, kevés van. Tehát manapság nem nagyon tudjuk azt megcsinálni, hogy benne vagyunk egy párkapcsolati problémába, elmegyünk a nagyanyához, nagymamához, és akkor mama, képzeld, ez a köcsög ezt csinálta. És akkor azt mondja a nagymama, hogy igen, kislányom, figyelj ide. A nagyapád meg azt csinálta, hogy ezt meg ezt. Abból én levonhattam volna azt, hogy azt meg azt. De nem azt csináltam, hanem türelmes voltam. És akkor nézd meg, hogy milyen szép életünk lett belőle. És akkor ott azt el lehetett volna szórni. Ha úgy reagáltam volna, mint te. Vagy túlságosan nagy feneket kerítettem volna annak a dolognak, ami nem kell reagálni, nem kell idegeskedni. Érted? És jó lenne, hogyha lennének ilyen bölcs, idős emberek, és csak azért motivációnak, hogy aki még épp szellemileg az törekedjen erre, mert fiataloknak nagy szüksége van arra, hogy legyenek tanácsadók, megbízható olyan emberek, akik nem járatják le magukat a fiatalok szemébe, idióta viselkedésekkel, meg tudják őrizni az imidzsüket, és a fiataloknak tudnak konstruktív, jó tanácsokkal szolgálni. Ugye ilyenkor is azért nagyon sokat számít, mint minden esetben, hogy konzulensi alapszabály, csak annak segítünk, aki kéri. Aki nem kér, annak nem segítünk. Az a puska mindig visszafele sül el, úgyhogy ezt ilyenre nem játszunk. És az érvényes egyébként a családban is, hogy annál lesz foganatja a jó tanácsodnak, akinek nyitva van a füle. De amikor valaki benne van a hülyeségébe, és ha ütöd a fejét, akkor se fogja fölfogni. Tehát meg kell várnod azt a pillanatot, amíg valaki eljut magára, hogy fölteszi magának a kérdést, hogy mi vagyok ebbe a szarba benne. Már ha nem teszi föl... Szóval... Kevés a jó példa, kevés az ilyen idős tanácsadók, azt kell mondjam. Ha ilyenek nincsenek, akkor nézd meg, hogy vannak-e a környezetedben olyan élhető minták, ami eltér a tiédtől, mit tudom én, térjek vissza az előbb erre a káromkodó súri emberre, csak kipofáztam, hogy vannak-e olyan, tehát hogy önt káromkodik, az hölgy nem bír elviselni, egyébként oltár, jó fej, tök jó fej, jó partner, jó társ, mi esmi, csak a szájára nem tudja a szép beszédet rátenni, akkor nézd meg például, hogy a környezetedben vannak-e olyanok, aki mondjuk csúnyán beszél, de jó ember, és a felesége szereti például, vagy hogy milyen értékei vannak. És ha van, tehát nézd meg azt, hogy vannak-e olyan minták. Mondom, itt most nehéz nekem egy kicsit nyilatkozni, mert ahányan vagyunk, annyiféle konfliktust nem vedünk el, de itt most egy ilyen közös nevezőről szeretnék beszélni, hogy van-e olyan minta a környezetedben, aki nem úgy csinálja, mint te, és mégis jól működik a dolog. Hogy a fontosságodat felül tudjad vizsgálni. Hogy a fontosságodat felül tudjad bírálni, hogy kell még nekem az a fontosság, vagy ideje lenne letenni. Oké. Okay. Tehát, hogyha hiedelemből, mintából, berögződésből fakad a fontosság és a konfliktusnak a súlya, azon elég jól tudunk azért változtatni. Felülvizsgálva, ránézve, átértékelve, újraértékelve, ugye nem a mások, meg az életemnek az eddigi tapasztalatát azonosítom erre, hanem megnézem, hogy igaz az, amit gondolok. Biztos, hogy úgy van, ahogy gondolom?
Jó. Oké. És akkor most jönnek azok a konfliktusok, ezek ugye a hozott anyagból származó konfliktus fontosságok, konfliktus hajtóanyagok. És nézzük meg azt, hogy mi van, hogyha a konfliktus alapbeállításból ered. Tehát ez alatt azt értem, hogy a konfliktus fontossága, amiért mi a dologból egyáltalán konfliktust csinálunk, az nem hozott anyag, nem egy ellátott minta, hanem az nekem egy alapbeállítottságom, hogy mit tudom én, ugye mert ilyenkor az ember rögtön mondaná a saját dolgait, nekem meg itt baj van, mert nagyon diszkrét neked lennem, mert ma igen, mert mindenemet kiteregetem itt az országvilág előtt, úgyhogy próbálok nem sajátot mondani, hogy mit tudom én, ugye tehát azok a konfliktus témák, amik nem a születésünk után összeszedett mások mintáiból, berögződéséből, hiedelméből származó dolgok, azok az alapbeállításból származó konfliktusaink. És éljük az életünket, történik valami, mit tudom én, valaki becsap, nem fizet ki, csináltam egy munkát, és akkor, amikor fizetni kéne, akkor csak így vigyorog a Skype-on és kinyom, te meg fölrobbansz, érted ott, dűtölök akármi, hogy amikor egy ilyen dolog történik, amikor már sokadjára történik, na ez már nagyon-nagyon árulkodó, akkor föl kell tegyem magamnak a kérdést, hogy mire tanít engem ez a szituáció? Mert az, hogy én elszenvedek konfliktust, hogy ez nem oké, hogy itt lehúzott engem akármivel, akkor ez mire tanít engem? Mert ugye azok a konfliktusok, amik az alapbeállítottságunkból származnak, tehát az alap értékrendünk miatt ütközünk meg, azon a fontosságokat hiába ítélgetjük át, hiába értékeljük, hiába váltunk nézőpontot, az unkorrektség akkor is unkorrektség. És akkor nem azon kell nekünk lovagolni, hogy most hogy teszünk igazságtételt, hogy hogy fektetünk ki valakit bíróságon, és hogy vasoljuk be rajta a pénzt, hanem a konfliktus használjuk rendeltetésszerűen. Vagyis vizsgáljuk meg, értsük meg, és oldjuk meg. És ugye még hozzátenném, hogy érjük el, valósítsuk meg azt, hogy az ne történhessen meg még egyszer. Szóval, amikor benne vagyunk konfliktusban, akkor, és ugye ez az alapbeállításból származik, ezzel nem tudunk mit kezdeni, ezt nem tudjuk lenyelni, mert ebben a formában nekünk az élet nem normális, nem akarunk parazitával élni, nem akarunk nehezített változatot élni, és így tovább, akkor meg kell nézni azt, hogy mire tanít engem ez a konfliktus szituáció. Itt van az a köcsög, aki lehúzott X pénze, mondtam egy példát, oké. Mire tanít engem ez a szituáció? Először is. Hogy már megint hitelbe dolgoztam. Hogy elfelejtettem kikötni azt, hogy a munka felénél kérem a fele lóvét például. Ugye? Mert hogyha ezt megcsináltam volna, ez nem az én esetem egyébként, szerencsére nincsenek ilyen problémák mostanában már, de ha már a felénél azt mondtam, hogy na figyelj, kész, félig kész van, kérem a fele lóvét, és akkor mondja, hogy hát, akkor nem biztos megcsinálom a másik felét, érted? Tehát akkor már feleztem volna kint lévőségemet. Másik, mire tanít? Hogy már megint egy olyan emberrel szövetkeztem, akitől ez kitelik, és akitől most kitelik, az egy évvel ezelőtt is kitellett, hozzáteszem, és már ott akkor észrevehettem volna azt, hogy vele nem kellene ilyen kapcsolatra lépni. Jó. Tehát vele nem kellene ilyen... És ott van egy csomó olyan dolog, ahol így elkövettem a bakit, aminek a törvényszerű visszacsatolása lesz az, hogy arccal a tehén szarba, hogy apukám szokta mondani, és akkor el kell gondolkozni, hogy is van ez? Mint is van ez? És akkor jönnek a spirituálisok, hogy jaj, és akkor most én mivel érdemeltem ezt ki? Nem erre kell foglalkozni. Analizáljuk a szituációt, hogy mi vezetett idáig, mert az, hogy valami megtörténik,
az, hogy egy baleset megtörténjen, ahhoz legalább két figyelmetlen ember kell. Hogyha egyetlen egy figyelmetlen, a másik odafigyel, akkor ott azért még elszokták az emberek kerülni a baleseteket. Ott mindig kettő figyelmetlen ember kell hozzá. Tehát itt ugye az egyik egy, mondjuk egy konstellált, a másik figyelmetlen meg te vagy. Tehát nézd meg azt, hogy mire tanít engem. Mit kellett volna másképpen csinálni? Legközelebb hogyan kéne ezt úgy csinálni, hogy ez ne következhessen be. És akkor így az ember koncepciózik, összerakja, és én ezzel speciál úgy vagyok, nekem is volt ilyen dolog az életemben, hogy mit tudom, én nem fizettek ki valami fordítási melómat, vagy nem is tudom már mi volt. Habotok áttam, kiakadtam, mert majdnem bíróságra mentem, érted, és akkor egy ilyen x hónap után rájövök, hogy Istenem, de jó, hogy kibukott ez a dolog, mert akkor én ezt legközelebb már ki tudom küszöbölni egy szerződésbe, tehát beírok olyan klauzulát, ami itt a huncutkodást ellehetetleníti. De jó. Érted, és akkor meg volt a tanulópénz. Na most, ha egy konfliktus szituáció, te, itt tudom, menjünk vissza az előző esetre, lehúzott a köcsök x millió forinttal, nem fizettek ki, oké. Mire tanít ez engem? Hát legközelebb odafigyelek. Legközelebb odafigyelek, jó csinálom, nem következik be. Mennyit nyerek vele, nem pénzt, hanem akármi mást is, mennyit nyerek vele? Többet nyerek vele, mint amit most elbuktam? Ez volt a tanulópénz. Érted? És akkor már is úgy nézel a kifizetetlen összegre, már is nem úgy nézel rá, hogy ez egy hiány, ez kellett volna nekem a megélhetéshez, hanem ez a jövőbeli életemnek egy olcsó tanulópénze volt. Csak sokszor idáig nem jutunk el. Ezért jó az öregekkel beszélni, akik úgy higgadtabban kezelik ezeket a dolgokat. Egy tekintély, egy olyan, aki szakember, megértő, ért, kompetens, érted? Mondjuk volt már neki 100 ilyen ügye, és akkor, ha megkérdezed, akkor kompetens, hozzáértő, helyén való választ ad. Oké. Jó, tehát ott vagyunk, mit tudom én, itt van, maradjunk ennél a példánál, lehet ezen fogok végig lovagolni, hogy itt van ez a dolog, nem fizettek ki, és hogy mire tanít, és mit kell az életben másképpen csinálnom, hogy ez ne történhessen meg újra. Tehát legközelebb, amikor belefutsz egy konfliktusba, megint az a helyzet van, megint úgy érzed magad, hogy, és akkor megint azt kapod, és esetleg még ismétlődik is, de mindjárt kitérünk majd erre is, akkor nézd meg, hogy mit kellett volna másképpen csinálni, vagy mit lehetne még másképpen csinálni. És tedd meg, hogy lelkileg komfortosan érezd magad. Tehát ha ott vagyunk a szituációban, mit kellene másképpen csinálnom, hogy lelkileg komfortosan érezzem magam. És ha az a válasz jön, hogy nem ezen a munkahelyen kéne dolgozni, akkor ezt a hangot komolyan kéne venni. Mert az sem a semmiből jön. Ugye, a belső hangunk. Oké. Tehát ott jártunk, hogy a konfliktusnál van fontosság, szükséglet, kielégítetlen szükséglet. Honnan ered ez a fontosság? Ugye ez jöhet a hiedelemből, mintából, hozott életünk során, születés után eltanult mintából eredhet. A mintákat ugye át tudjuk értékelni, felül tudjuk bírálni, hogyha ilyen elsajátított minta, akkor nem fog fájni ezeket megváltoztatni a fejünkbe. Tehát, hogy most már nem gondolom azt, hogy aki káronkodik, az mind rossz ember, például. Vagy hogy aki káronkodik, az majd el fogja hagyni a feleségét. Érted? Mert nem biztos. Oké. Jó, most akkor kis... Maradunk annál a témánál, hogy ha alapbeállításomból fakad az, hogy konfliktusnak élem meg azt a szituációt, amit konfliktusnak megélek, akkor mit kezdek vele? Mert ugye az, hogy a konfliktusnak élem meg... Jaj, de elültem itt a... Igen, egy órája ülök egy helyben. Az nem véletlen. Tehát most ugye a konfliktusról általában, a biológiai konfliktusokról beszélek. Tehát, hogy ha én megélek egy konfliktust, ugye alapbeállításból fakadóan, az egy fontos dolog. Az nem egy lényegtelen dolog. Azért élem meg a konfliktust,
Mert valamilyen szükségletem nem kerül kielégítésre. Valami létfontosságú dolog. Nekem, ami fontos, az nincs meg, vagy túl többletben van, stb. Na most ahhoz, hogy a konfliktust megértsük, az egyik legjobb példa, amit már talán említettem is, ez a slag. Slag modellnek szoktam ezt hívni. Hogy a slag modell. Ugye az életünk az olyan, most a testünk, a slag, az életünknek az áramlása, a haladása, az pedig a slagban mondjuk folyik a víz. És folyik a víz, és akkor mit tudom én, itt elszorítom. De ez így nekem nem lesz jó címmel. Vagy számomra ez elfogadhatatlan ez a dolog. És akkor itt van egy fontosságom, ami a dolgoknak az áramlásával ütközik. Ugye szokták mondani, hogy hát, de hát engedd el. Hülyét kapok ettől, és érted, hogy engedd el a problémát. Hát az ember alapból elengedné, hogyha az egy olyan dolog lenne, amit el lehet engedni. Tehát attól fontos a fontosság, érted? Azért, ha az életedről van szó, érted? Hát nehogy már megtagadd önmagad, nehogy már föladd a fontosságaidat, az álmaidat, vágyaidat, amiért ide jöttél. Tehát nehogy már kiegyezzél azzal, hogy ez így marad. Na, mit lehet vele csinálni? Ugye az, hogy átértékeljük a fontosságainkat, akkor az, amely lazítunk. Ja, hogy ez nem azt jelenti, hogy aha, hát akkor nem is zavar, rögtön elengedtem, már tud áram, így kéne fogni, akkor tud áramolni a víz. Tehát azt kellene valahogy elérjük, hogy ez a dolog ne hasson ránk, ne okozzon bennünk nyomást. Tehát a konfliktus az egy jó dolog, szuper jó dolog, mert akkor szenvedünk el konfliktusokat, amikor alva járunk, és neki vagyunk a falnak, és akkor az ember így elkezd ébredezni, hogy mi van? Ja, hogy itt fal van. Mert így éljük az életünket sokszor. Megfeledkezünk magunkról. Köcsög vagyok, tudom. Már sokkal korábban észrevehetnénk dolgokat, hogy ez bizony nem jól van úgy, és ebből baj lesz. És akkor föltesszük az ideálunk köpönyegét, hogy látom, hogy ez a nő hogy viselkedik, de hát olyan jósággal van. És akkor még beleteszel egy hónapot, két hónapot, két évet, öt évet a kapcsolatba, amilyen neki van, és úgy faképnél leszel hagyva, mint az állat, mert nem tud az illető, mit tudom én, lojális lenni. Nem tudja, mit jelent az a szó, hogy lojalitás. Érted? És ezért a konfliktus az egy jó dolog. Amit nem jó csinálunk vele, hogy nem használjuk a konfliktusainkat rendeltetésszerűen. Ugye a konfliktusnak, az amikor te konfliktust elszenvedsz, annak van értelme. Azért nem egy értelmetlen dolog, amit úgy félre kell tenni, el kell hanyagolni, szönyeg alá kell söpörni. Nem. Az a biológiai konfliktus pont egy olyan dolog, ami figyelmet érdemel az életedbe. Tehát amikor egy dolog bekövetkezik, és az biológiai konfliktus, óvakodj tőle szörnyeg alá söpörni. Nem azt mondom, hogy lovagolni kell rajta, félre ne értsél, csak az, hogy aha, jegyzem, hogy itt egy dolog történt, aha, jó, oké, de nem izgatom magam. Na, folytassam, hogy azért történik meg az a konfliktus, mert valamit nem veszel észre az életedbe. Már korábban is észrevehetted volna, hogyha kinyitod a szemed, ha félreteszed a színes szemüvegedet, és akkor abban a színben látod a világot, ami van, ha nem ringatod magad képzeletbe, hiedelmekbe, és így tovább. Például, hogy inkább nem megyek belézetekbe, mert eltérek a főcsapástól, hogy amikor neked konfliktusod van, akkor az tiszteld azt a helyzetet. Az, hogy te konfliktusban vagy, az azért jelentkezik, mert már a benned lévő genetikus entitás, az lelkemben, vagy hogy is mondom, a testemben utazó állatka már nyavajog, hogy jaj, ez így nem jó. És oda kell figyelni. Mi nem jó? Mi az a fontosságod, ami nem teljesül? Mi az a szükségleted, ami nincs kielégítve? Miért konfliktus neked az?
Mi vezetett odáig, hogy az a dolog bekövetkezett? Milyen jeleket néztél el? Mi az, amit nem vettél figyelembe? Mi az, amit nem láttál meg, amit már meg lehetett volna látni? Ezeket azért érdemes így végig gondolni egyébként, mert ha legközelebb ki akarod ezt küszöbölni, akkor innen gyűjtjük az adatokat. Tehát ha valaki konfliktust elszenved, én mondom nektek, az tiszta haszon. Az tiszta haszon. Nem pénzbeli, de az is, mert ugye nem leszünk betegek, nem kötünk kezelésekre, nem nyüglődünk, nem szenvedünk, nem kell fájdalomcsillapító, érted, mert nem is fájunk. Tehát ez ebből a szempontból tiszta haszon. Tehát a konfliktus jó dolog. Csak használjuk a konfliktusainkat rendeltetésszerűen. Nézzük meg a fontosságainkat, ugye önismeret, miért fontos ez nekünk, és sokszor akkor jövünk rá, hogy aha, ez a dolog nekem az életben fontos. És még meg sem fogalmaztam magamnak ezt a dolgot, de jó, hogy rájöttem, mert legközelebb tudatosan tudom így alakítani a dolgaimat, hogy aha, ez ne történhessen meg. Egyik haszon. Másik haszon, ugye az, hogy nagyobb önismeretre teszünk szert. Hogy föltárjuk, mert bocs, az, hogy milyen berögződésekkel rendelkezünk, ez mind-mind ugye ott hátul van a tudatalattiba, ezeket ugye szituációk aktiválják. És így legalább fel tudjuk tárni őket, rá tudunk jönni ezekre. No. Tehát akkor használjuk rosszul a konfliktusokat, amikor nem vesszük észre, hogy benne vagyunk, és nem oldjuk meg. Akkor használjuk rosszul. Na, nézzük csak. Sokan morgolódni fognak, mert a jéghegy modellet fogom robertósan használni, egész másképpen, mint ahol máshol láttátok. Azért, mert most a jéghegy modellen egy egyszerű dolgot szeretnék elmagyarázni. Itt a tenger felszíne, itt a jéghegy. Jól maradhat az ott. Oké, itt a jéghegy. És akkor szokták mondani, ugye, ennyi látszik a jéghegyből, ennyi van alatta. Oké. Én amit itt most ki akarok hangsúlyozni, az, hogy a jéghegyből én ennyit látok. Tehát amikor én konfliktusban vagyok, ennyit látok. És aki erre rá tudja vágni, hogy na, ez azért van, mert az egy kicsit hazárdjátékozik, vagy vagdalkozik. Mert itt a probléma, nem, a probléma tudod hol van? A probléma itt van. Ez csak a felülete a dolognak. Csak nem is a jéghegy, ez a jéghegyen a napnak a tükröződése. Hogy azt látjuk, onnan verődnek vissza a felületéről, verődnek vissza a fotonok. Tehát itt a probléma. És amit sokan csinálnak, hogy vagy így elsegítik, vagy így lenyomják, és soha nem kerül felszínre, kitisztázásra az, hogy ez az egész miért volt. Hogy mi nekem a fontosságom? Mi van a lelkemben? Milyen berögződésekkel, milyen programokkal, milyen beállítottsággal rendelkezem, ami egy ilyen környezetben ezt fogja okozni? Tehát, ez az, amit látok, és érzek. Érzek. Ja. Ezt pedig csak... És csak érzem. Ezt csak érzem. De miért baj az neked? Nehéz megmondani. Hirtelen, egy mondatba. Ezt az egészet itt rá kell nézni. És ugye itt vannak a fontosságok, szükséglet, beállítottságok, elvárások, normák, és így tovább. Tehát az, hogy neked van egy konfliktusod, az csak egy egy csúcsa, ott neked vannak fontosságaid, szükségleteid, amelyek ezt a dolgot úgymond kihozták. És azt értsd meg,
hogy ez az egész az érdekedet szolgálja, az egész a javadat szolgálja, az összes arcon csapás, az összes pofára esés, az mind-mind segített és fejlesztett rajtunk, akármilyen pocsék is volt. Emlékszem, amikor mentél először biciklivel, és akkor és akkor úgy végignyaltál az aszfalton. Mi lett ennek az értelme? Az, hogy utána már röpködsz a hegyoldalon a mountain bike-kal, érted? Tehát ha azt ott nem teszed meg, ha nem veszed észre, hogy borulás után is van élet, meg aki nem fogja erősen a kormányt, az eltaknyol, érted? Az nem juthatna idáig. Tehát... igen. A másik dolog, ami szeretnék úgy mellesleg elmondani, hogy a jéghegy is víz. A jéghegy is vízből van. Nincs olyan, hogy jó meg rossz. Ez mind-mind ugyanaz a dolog, csak egyszer így látjuk, egyszer úgy látjuk. És a bennünk lévő beprogramozottságok, dolgok hozzák ki. Figyelj, olyan élet nincsen, hogy így beleülsz, és akkor minden rendben lesz. Tehát ilyen élet, ezt felejtsd el. Tudod, hol lesz ilyen élet? A magánzárkába. A börtönbe például. Na, ott aztán lehet, érte. Ott betolják az ajtón a kaját, azt élheted az életedet, semmi nem történik. Én nem vágyok ilyen életre. Én olyan életre vágyom, ami a pörög, zajlik, van benne egy kis fantázia, egy kis véletlenszerűség is, érted? Ez hozza meg a szépségét a dolognak. És hogyha a konfliktusainkat rendelteti szerelően szeretnénk használni, akkor kerüljük a konfliktusokat? Akkor úgy vagyunk vele, hogy na, hadd jöjjön, hadd lássam, hol van még itt konfliktus, mivel nem érzem jól magam? Az a dolog, igen. Szomszéd kutya átjára kertbe. Ó, jó, akkor meg kell csinálni kerítést. Érted, és így. És csináld meg azt, hogy így sorba rakod, és akkor így egyenként pipálod kifelé, hogy na, az, hogy kopra jövök ki a pénzemből, megoldottam azzal, hogy már nézegettem az új álláshirdetéseket, és másfélszer annyit tudok keresni, és akkor így elindulok, jó. Akkor, és így tovább, és így tovább. Gyakorlatilag. Senkit nem érdekel az, hogy hogy fogalmazzak szépen, hogy nehogy félreérthető legyen. Tehát az a lényeg a konfliktussal, hogy okosan használjuk, ne úgy, mint eddig, hogy lovagoltunk rajta, hanem használjuk okosan. Mire tanít ez a dolog engem? Jó, akkor vegyünk egy példát. Fáj a hasam, elmegyek, kapok egy halálos diagnózist, ott vagyok, érted? Mindjárt meg fogok halni, bár nem lezajlott. Nem kívánom senkinek, érted, hogy mikor ugye elgondolkozom, hogy akkor most ez hogy is van? Jaj, de keveset tudok az életről? Jaj, de keveset tudok a biológiáról? Jaj, úristen, hogy is leszek én életemben egészséges, ha azt tudom, hogy működik? Ugye akkor kezd az ember gondolkozni. Úgyhogy... ez mind fejleszt. Na, jó, oké. Jó, oké, akkor... Na. Beszéljünk egy kicsit arról, hogyha fölismertem a helyzetet, fölismerem a fontosságaimat, és ez egy olyan fontosságom, amiből nem szeretnék leadni. Az, hogy az ember nyugalomban éljen, az, hogy az ember paraziták nélkül éljen, az, hogy ha az ember megdolgozik valamiért, annak a jussát meg is kapja, nem csak a töredékét annak értetett. És még sorolhatnám az ilyen állattalános hétköznapi dolgokat. Tehát, hogy a konfliktusokat, hogyha felismertük, észrevettük és föltártuk a fontosságainkat, akkor rendeltetésszerűen kell használni. Vagyis meg kell oldani. Mikor? Most. Minél hamarabb. Ugye ott vagy benne egy elváltozás beindító konfliktusba, érted, így ketyeg a fejedbe a számláló, hogy gyűjtöd a konfliktus tömeget, hát mikor oldjam meg? Minél hamarabb. Ügyesen, okosan, körülményeskedés nélkül, úgy, hogy mindenkinek jó legyen. Tehát hogyan tudom a konfliktust megoldani? Ügyesen, okosan, körülményeskedés nélkül, úgy, hogy mindenkinek jó legyen. De hát egyszerűen nem tudok egy olyan megoldást találni, ami mindenkinek jó.
Például barátom mondja, hogy jaj, én nem akarok kilépni ebből a párkapcsolatból, mert akkor a másikkal mi lesz, meg mit tudom én, neki nincs lakása, stb. És akkor szolidaritásból gyötrik egymást x éve, érted? Tehát mérlegelni kell. Föl kell fontossági listára, hogy előnyök, hátrányok, fontosságok nem fontos. Na, ha ott vagy benne egy szituációban, és mit tudom én, már 5 éve, 7 éve, 8 éve nyüglődtök a párkapcsolatba, érted? Amikor összejöttetek, úgy tűnt, hogy összepasszolók vagytok, alapítottatok családot, mondom úgy, csináltatok gyereket, érted? És akkor 5 év múlva, 10 év múlva rájöztök, hogy abszolút nem egy világ vagyunk, nem tudunk együtt rezegni, nem érzem jó magam a kapcsolatba, nem jó így nekem, nem ezért jöttem a világra, hogy ezt csináljam, de hát ott a gyerek. Tudod, hányszor hallom ezt a konzultáción is, érted, hogy hát nem tudok elválni, mert ott a gyerek. Kemény dió. És bocs, dobáljon meg, aki akar, én elmondom erről az őszinte véleményemet, ugye ez nem könnyű dolog, ugye mondhatom azt, hogy tapasztalatból is beszélek, hogy most akkor mi legyen. Tehát az, hogy az egyik fél a gyereket zsarolásra használja, hogy a másikat magához láncolja, ez a világ legundorítóbb dolga. Tehát ez egy gusztustalan dolog, én úgy gondolom. A másik az, hogy ha te azért maradsz a másikkal, és azért tűröd, hogy a hátadon vagdolják a fát, érted, mert hát ott a gyerek, akkor meg megérdemled. Megérdemled. De nem is ez a rossz, érted, mert szenvedjél, megérdemled. Legalább jó sokat szenvedsz, jó sok tanulságod lesz belőled. Nem ez a fő probléma ezzel. Hanem az, hogy a gyerek. Mert aki az a szülő, aki azt mondja, hogy jaj, hát a gyerekek miatt maradok benne ebbe a pokoli szar kapcsolatba, ebbe a semmilyen kapcsolatba, az nem vállalja magáért a felelősséget, és ennek tetejében így rátolja a gyerekekre, hogy figyelj, te miattad kell szívnom ezt a szart. Te miattad, azért kell itt lennem a hülye apáddal, mert hát, na, föl kell neveljünk. Most belegondol az ilyen ember valaha, főleg ha ez elhagyja a gyerek, száját, gyerek előtt a száját, érted? Belegondol abba, hogy ez milyen terhet rak a gyerek nyakába? Hogy a gyerekre vasalja rá, érted az, hogy azért kell nekem szenvedni, mert téged föl kell neveljünk. És én lelkiismeretes vagyok te irányodba, és azért kell... Nem jó ez. Nem jó ez. Én azt mondom, kedveseim, mutassál inkább jó példát. Mutassál inkább jó példát. Ha egy kapcsolat szar, akkor egy, vald be magadnak, hogy szar. Kettő, vedd komolyan, hogy szar. Tehát a harmadik, érted, hogy mit miért csinálunk? Most gondolj bele, tegyük fel, hogy még 10 évet lehúzol, mert még csak 5 éves, 7 éves, 8 éves a gyerek, ugye az előbbi példával kiindulva, és még 10 évet lehúzol így. Mennyi elváltozást fogod te összeszedni az elkövetkezendő 10 évben, ezt így húzod le? Nem baj, mert megérdemled. Bocs, hogy ilyen vagyok, de ez az őszinte. Te megérdemled, úgy kell neked, de a gyerek... Ugye a gyermeked, tényleg ezt a példát kell neki mutatni, hogy kínlódunk, hogy fölnöveljünk, érted? Biztos? Te ezt várnád a szüleidtől, hogyha hasonló helyzetben lennél? Legyél már okosabb, mint a szüleid. Mutassál jó példát. Tehát tegyük fel a gyereket hasonló helyzetbe, vagy te már 130 éves vagy, és még mindig élsz, és akkor itt van egy ilyen helyzetben. Mit mondanál a gyerekednek, hogy mit csináljon egy ilyen, amiben te most benne vagy? Mit mondanál? Jaj, kicsit föl kell nevelni a gyerekeket, szívjál még jó sokat, igen, jó sokat szenvedjél, ugye, majd akkor majd jön a puszumusz torta Mennyországba, mi? Vagy... Ja, úgyhogy ne tegyük ezt el a gyerekre, mutassja a példát.
Oké. Tehát ha egy mód van rá, minél hamarabb meg kell oldani a konfliktusokat, mert megy a számláló, gyűlik a konfliktus tömeg. Egy. Kettő. Ha most nem tudod megoldani, mert most nem tudod még megtenni, hogy fogod, szeded a cokmokodat, összepakolsz, stb. Vagy most nem tudsz még kilépni arról a munkahelyről, mert nincs hova lépni, ugye nem érdemes addig mezitláb járni, ugye egyik cipőt le kell húzni, vagy a másikat fölvegye az ember, de mezitláb ne járjunk. Szóval, akkor ezt meg kell oldani. Tehát amikor ilyen helyzet van, minél hamarabb. Mi van, hogyha most nem tudod megoldani? Akkor is tudsz valamennyire koncepciózni, ezt így szoktuk egymás közt mondani, akkor is tudunk koncepciózni, hogy na milyen lehetőségek vannak. Tudod, jön a Mikulás, mit kérünk tőle, jön egy Jézuska, az angyalka, mit tudom én, vagy megrendeljük az univerzumot, mit rendeljünk tőle, tudod, ő a galaktikus pizzafutár, azt kérsz, amit akarsz. Csak ki tud találni valami megoldást. Na, hogy tudom, itt vagyunk, hogy abban a helyzetben vegyük ezt az előző példát, hogy fó, mit tudom, én dolgoztam, nem fizettek ki, stb. Nem tudom, most nagyon kéne az a pénz, oké, itt van, nagyon kéne az a pénz, ki tudom fizetni? Nem tudom kifizetni. Itt a pénz? Nincs a pénz. Akkor nem kattogunk tovább azon, hogy, nem tudom kifizetni, mert nem tudom kifizetni. Hanem akkor azt nézzük, hogy hogyan tudok szertenni bevételre. És akkor látom, hogy figyelj, 2-3 hónapon belül, ha minden kötél szakad, akkor is tud az ember valami munkát találni, amivel ezt úgy át tudja hidalni. De most ha ne is ez legyen, hogy most munkát kell keresned azért, hogy a kint lévőséged visszajöjjön, hanem így tudom én, maradjunk akkor egy olyan esetre, hogy párkapcsolat. Nem tudok elköltözni, nem így gondoltam, nem így terveztem, nem erre rendezkedtem be, hogy én most meglépjek. Oké, nem tudok most menni, nem tudok most kilépni ebből a helyzetből. Azt se tudom, hogy lesz még a gyerekkel, látom, hogy ez így nem jó, nem jó példa neki. Változtatnom kell. Oké. Koncepciózom, és akkor kialakul valami. Hogy hát na, oké, akkor szépen lassan így teszek félre egy kis pénzt magamnak is, ugye, és akkor meglátom, hogy tudok elköltözni, albérletet, ez az kifizetni, kiszámolni, jó. És akkor kezdem már látni az alagút végét. Kezdem a fényt az alagút végén látni. Tehát, ha a dolgot, problémát nem tudod most megoldani, akkor keresd meg az alagút végén a fényt, érted? Nem kell oda menni rögtön, hanem hogy hol is van a fény? Ott a fény. Oké. Ez már nagy dolog, mert legalább az irányt tudod. Nem kell rögtön oda jutni. Tehát, hogyha most nem tudod a konfliktust megoldani, azzal higgyözd le magadat, hogy legalább már látod az alagút végén a fényt, és tudom, hogy merre megyek. Akármi történik, kész. Ez a házasság nem működik, ez a kapcsolat nem működik, ez a munkaviszony nem működik, érted? Ez így nem jó, nem oké, ütközik az alap beállítottságaimmal. Oké? Ez engem arra tanít, hogy ezt ne csináljam még egyszer, azt úgy tudom kiküszöbölni, hogy most pedig megőrzöm a nyugalmamat, és a szememet az alagút végén tartom fényt, tehát, hogy arra megyek, igen, azt szeretném, hogy ugye fontosságaid mondják meg, hogy neked mi a menetre, mi a lépés. Ha nem látod az alagút végét, akkor keresd meg. Erre való a koncepciózás, erre való az, hogy félretesszük, tehát hogy találom meg az alagút végén a fényt? Úgyhogy itt vagyok eddig a szarba, érted? Már nem tudok tisztán gondolkozni, mert sehogy se jó, ettől konfliktus a konfliktus. Oké, ez van most, és én mit szeretnék? Én mit szeretnék? Mi volna nekem a jó, nyugodt, megnyugtató megoldás, amivel évekig tudnék együtt élni? És akkor azt mondom, hogy hát nem ez. Jó. Akkor mi az, ami nem az? Tessék megfogalmazni. Amíg nem fogalmazod meg magadnak, hogy neked mi a normális élet, ne álmodjál róla. Hát elvárod a másiktól, hogy ő úgy megadja neked úgy helyből azt, amit te még magadnak se fogalmaztál meg. Nem megy. Hát először magunkban megfogalmazzuk, kitesszük, aztán a másik eldönti, hogy most kell vagy nem kell. Szóval... Keresd meg, hogy neked mi lenne a megnyugtató megoldás. Ott vagy abban a rossz házasságban, nem működik,
jó, ez, ami elcsesződött, az már sose lesz jó, tehát ne ringassuk magunkat álmokba, meg ne nézzük se magunkat hülyének, se a másikat hülyének. Valamiért csak az van, hogy nem jó. Hát, ha összepasszolnátok, akkor jó lenne. Ha működne a kommunikáció, akkor megtalálnátok az egyeztetésnek a formáit, és akkor a másik is megértené, hogy mit, miért, hogyan, és akkor így lenne kölcsönös tisztelet, stb. De minek húzod az időt akkor? Szóval keresd meg az alagút végén a fényt. Jó lenne ebből a bírósági ügyből kimászni. Jó lenne, mit tudom én, ha ez az ügy jól záródna. Oké. Most jön a következő nagy feladat, amire fölhívnám a figyelmeteket, hogy tudom, köszönöm a sok kérdést, nagyon pörög az agyam, mert imádom ezt a témát, és igyekszem okosan valahogy úgy összeszedni, hogy haszna vehető legyen ilyen információcsomag formájába. Tudom, hogy egy kicsit vontatott, nem is vontatott, hanem inkább ilyen első hangzásra egy kicsit zilált, de ha meg kétszer végighallgatod, jó kis menetrendet írtam, meglátod, összeáll a kép a fejedbe. Szóval ott járunk, hogyha rájöttünk a konfliktusra, hogyan használjuk, oldjuk meg most. Ha nem megy, akkor pedig keresd meg az alagút végén a fényt. Hogyan tudod megtalálni? Határozd meg, fogalmazd meg, döntsd el, és írd le, hogy mi lenne neked a megnyugtató megoldás. És amikor így leírtad, így belegondolsz, jó lenne az nekem? Aha, akkor jó. De hogyha, akkor az még nem akkor még nem írtál le mindent, vagy nem jól írtad, vagy nem elég precízen. Mert hogyha ha lényegnél jársz, ha fején találod a szöget, ha megtaláltad a fontosságodat, az agyad megkönnyebbül. És ezt fogod érezni, hogy végre gazda látja. Végre gazda látja a tüskét. Nem csak érzi, most már látja is a tüskét. És akkor tudjuk a tüskét kivenni, ha látjuk. Attól, hogy érezzük, attól még nem tudjuk kivenni. Oké. Következő feladat. Tegyük fel, hogy ott a konfliktus, és nem tudjuk most megoldani. Jó, hogy majd később valamikor megoldjuk, tehát, hogy csak van rá valami megoldás előbb vagy utóbb, ha nem ástam az idő megoldja, ugye? De jobb, ha te oldod meg. Kevesebb a nyüglődés utána. De nem tudod megoldani. Nem vagy ügyvéd. Nem vagy biológus. Nem vagy, mit tudom én, számítógép buháráló informatikus, érted? És helyzet van. Nem megy ez gép, aggódom, stb. Akkor mit kell csinálni? Kérlek szépen, jegyezd meg, amit most mondok, mert annyira banálisnak tűnik, én tudom, de amikor az ember nyakig benne van a konfliktusban, ilyen alap dolgok nem jutnak eszünkbe, mert annyira refókuszálunk a problémára, hogy támaszpontokat nem látjuk. Tehát, ha olyan konfliktussal találkozol, olyan konfliktussal szembesülsz, amit nem tudsz megoldani, tehát esély nincs rá, se kompetenciát, se szakértelmet, se, akkor az a feladat, hogy találj valakit, aki megoldja. Anyatermészet, amikor ide rakott minket a földbolygóra, akkor nagyon okosan kitervelt mindent. Nagyon okosan kitalálta azt, hogy igen, lesz a férfi meg a nő, azoknak ilyen beállítottságai lesznek, igen, és akkor majd lehet olyan szituáció, hogy hát az egyénileg nem tudja majd ezt a szituációt megoldani. Mit tudom én? Jön az árvíz, akármi. És akkor mit csinál az intelligens egyed? Elkezdi körömmel kaparni a földet, és ásni az árkot a víznek, vagy a gátnak? Elkezdi a gátat így építeni? Nem. Segítséget kér. Tehát amit baromi gyakran elfelejtünk a nagy konfliktuson lovagolás közben, hogy kérjünk segítséget. Ha olyan konfliktussal találkozol tehát, amit nem tudsz megoldani, akkor ne kattogjál azon, hogy nem tudom megoldani, és meghűlök, és már, mint ahogy én is csináltam, érted, volt ilyen szerzőjogi eset, elmondom őszintén, ugye, amikor a Hámer doktor engem megvádolt azzal, hogy én elloptam tőle a dolgokat, és ugye rámuszított 3 ügyvédet, akkor egy kicsit úgy bestresszeltem, hogy most mi van? Hiába a legjobb jó szándék és korrekt hozzáállás, mi van, ha a hülyeséget akaratlanul is valami bakit csináltam, aztán itten tényleg jogsértettem, és akkor én
lökött, de mondom, ez is azért megvan a haszna, elkezdtem nyolni a szerzőjogi törvényt. Tehát úgy bevágtam a szerzőjogi törvényt, most lehet kérdezni belőle, mert ugye ott van bennem az indíték, hogy én korrekten egyenesen akarok haladni, de haladni akarok. És akkor ott volt a Hámer doktornak a kekeckedése, vagy az alaptalan vádaskodása. És akkor én hülye, elkezdtem a törvényt bújni, elkezdtem a büntetőjogot átnézni, elkezdtem ezt nézni, azt a hivatkozásokat, stb. És akkor ahelyett, hogy felhívtam volna egy ügyvédet, ráadásul ott volt, érted, egy telefonnyira, és hogy most akkor hogy is van ez? És akkor ő elmondta volna, hogy figyelj csak, ez még nem azt jelenti, hogy el vagy ítélve, meg az, hogy már mit tudom én, mindjárt jön a végrehajtó, aztán összeszedik az összes szervatlaszt a házból, azt elviszik, érted? Nem, hanem ez egy ilyen úgynevezett bírósági tárgyaláson kívüli ügyvédi levél, ami alapvetően bárki írhat ilyet, még én is, érted? Jó, persze ügyvédnek kell hozzá lenni, de ami benne volt a levélbe, az mondjam úgy, hogy mellőzte az intelligenciát. Na, hagyjuk. Szóval nem kértem segítséget, és majd egy 2 hónapos konfliktus tömeget generáltam magamnak azzal, hogy olyan hülye voltam, nem figyeltem oda, nem tudtam ezt, hogyha nem tudok egy problémát megoldani, akkor az a feladat, hogy keresd meg, aki tud segíteni. És az, hogy találkozom 3 emberre, hát én sem tudom, hát nem. Ki az, akinek volt már ilyen helyzete, ki az, aki ezzel foglalkozik, ki az, aki átlátja ezt a témát, ki az, aki egyáltalán kompetens. Másik dolog, érted, volt olyan, képzeld el, na ebből olyan egyhetes megoldás utáni szakaszom lett ebből a konfliktusból, meg olyan epileptokrízisem, azt hittem megpusztulok. Tehát az ilyen szenzorikus konfliktusok azért durvák tudnak lenni. Na, lényeg az, hogy kézzel dolgozok a számítógépen, ez csak így jön valami, kivegy a biztosíték, én itthom a gépet, érted? Se kép se hang. Azt hittem, mindenem oda halt a gépen. Most gondolj vele, csinálom a szervatlaszt, érted, ott vannak készen, félkészen a képek, már itt 500 000 órám, érted, benne van abban, hogy szórakozok az egérre, rajzolom a képeket, ez egyszer csak se kép se hang. Se kép se hang, érted? Na, ugye... Hát így indult anna ugye az egyik informatikai kurzusom, érted, hogy hogyan lehet a halott Winchester-t helyreállítani, érted? Hogyan lehet egy halott Winchesterről, mitől halott egy Winchesterért, és akkor érted, na és a poén, hogy egy hétig síkidegen így érted, szedtem az karmat, úristen, hogy fogom kimenteni az adataimat a Winchesterről, amíg egyszer csak jó, rátaláltam az interneten, megcsináltam, szállal, letöltöttem, végig szkenneltem, visszaállított az adatokat, nem vesztek el, Winchester nem volt használható, de ki lehetett menteni az adatokat rajtól, róla. Oké. Jött a megoldás, utána szakasz, és egy hétre úgy kinyúltam, te, mint egy gyalogbéka. És akkor miért mondom ezt itt? Azért, mert kiderült, miután én ezt az egész attrakciót megcsináltam, kiderült, hogy a webes haverom, akire úgy tudtam, hogy hát jó, számítógépes ilyesmi, meg össze tud rakni egy számítógépet, kiderült, hogy nem tudom, melyik nagy cégnél dolgozott, ilyen Winchester szerelőként, érted? És kisújjában van az ilyen helyreállításos, de hogy lehet, meg hol van az, amikor már abszolút lehetetlen Winchesterről helyreállítani adatokat. Érted? És ott volt mellettem, és nem hívtam föl. Érted? Mert nem volt annyi eszem a nagy problémázás közben, hogy jaj, mi lesz, hogy nem hívtam föl. És akkor, ha mondjuk másnap fölhívom, mert mondjuk nem azon próbálok megőrülni, érted, hogy úristen, hogy fogom kimenteni az adatokat a halott Winchesterről, hanem azon gondolkozom, hogy jó, én ezt nem tudom megoldani, akkor ki tudnék találni, aki segít megoldani, akkor már másnap megoldottam volna, és nem lettem volna olyan irdatlan ramatya állapotban, érted? Tehát azt a fejfájás, meg azt a rosszul létett krízisben, az nagyon, tehát nagyon-nagyon. Képzeld el azt, hogy egy hétig abba a tudatban vagy, hogy x év munkáját így egy figyelmetlenséged miatt így kampeca. Hát hadd ne mondjam, hogy azóta tanultam belőle, és ugye ez már úgy működik, hogy most már nem tud elveszni. Tehát így rányomok a mentésgombra a képen, mert rögtön egy internet szerverre mindent lement, érted, egy VPN-en keresztül.
Úgyhogy ez a haszon belőle. Tehát ilyen soha többet nem történik. Hát itt most földhöz vágom a számítógépet, röhögök, érted, mert nincs tétje max az anyagára, érted. Tehát minden konfliktusból tanulunk. És azoknak fizetünk nagy árat, azoknál a konfliktusoknál fizetünk nagy árat, ahol nem veszük magunkat észre, hogy konfliktusban vagyunk, és úgy generáljuk a konfliktus tömeget, vagy nem jól kezeljük a konfliktust. És akkor most a konfliktus kezelésnél járunk már tulajdonképpen, és akkor most már megtudjátok, hogy engem miért utálnak néhányan ilyen nagy konfliktus nagyokosok, akik úgy, jó, figyelj, csak annyit mondom, hogy azokra gondolok, akik úgy nyilvánosan szoktak engem fikázni ilyen konfliktusos témákban, mert én ilyen egyszerűen gondolkozom, érted? Tehát nem is tudom, hol volt ez, egyszer így kibontottam ezt a konfliktus logikát, és én, az én fejemben ez annyira egyszerű, elmondom. Megyek az erdőbe, belelépek egy tüskébe, egy jó, bemegy a lábomba, érted, majd kijön a szemem, úgy fáj. Na, ez az a helyzet, amikor valahogy odáig eljutottam, hogy elszenvedek egy konfliktust. Ó, ez így nekem nem jó, ó, így nem tudok menni, ugye? Ott létrejött a konfliktus, amikor bement a tüske. Na, mit csinálnak a spirituálisok? Ó, merre jöttem? Igen, nem erre az ösvényen kellett volna jönnöm, másik ösvényen kellett volna jönnöm, meg ezt bevonzottam. Aha, én is egy nagy tüske vagyok, igen. És akkor ezt el kéne fogadni, meg jó van. Milyen tanulságos sántikálva tovább menni. Igen. Érted? És nem kerül a probléma megoldása. Én azt mondom, hogy okosan, úgy is mondtam, ügyesen, okosan, körülményeskedésmentesen úgy oldjuk meg, hogy mindenkinek jó legyen, tehát mindenfélnek jó legyen, ha egy mód van rá. Mit csinálunk? Spiritualizálunk, hogy hogy jutottunk el idáig, hogyan érdemeltük ki ezt, mivel vonzottuk be magunknak ezt? Nem. Fogom, felszol a lábamat, megnézem. Mi van? Ja, ledice tüske. Tudod, ledice ekkora nagy, nem tudom, hogy mondják, nem falusiasan. Oké, kihúzom. Eldobom, és megyek tovább. És tanultam belőle, hogy ahol ilyen tüskes bügyó van, ott nem járkálok, mezitlám. Kész, el van intézve. Tehát nem kell túl misztifikálni, érted? Tehát a Roberto féle konfliktus megoldás az ilyen. Nem agyalunk, nem körülményeskedünk. Mi a probléma? Ez a probléma. Jó. Hogy lehetne azt megoldani? Így. Oké. Csináljuk. Kész. Nem ráfeszülni, nem... Jaj, úgy bírom még azokat is, te, amikor valaki ugye benne van egy konfliktusban, konfliktus helyzetben, és akkor momentán megoldhatatlannak tűnik a konfliktus helyzet, és úgy próbálja az ember ezt menedzselni magába, hogy jó, akkor majd én ezt így, majd így elfogadom. Majd így kiegyezek vele. Na jó van, hát ilyen, akkor ilyen. Jó van. És akkor az ember szenved. Ennek ugye az lesz a következménye, hogy a tüske nem lesz kivéve. Mi történik akkor? Jó, be fog gyűlni. Jó, begyűlik. Utána még a cipőt se tudod fölvenni, érted? Mert akkora lesz a lábfejed, nem fog beférni a cipőbe. És így tovább. És akkor persze ennek is megvan a haszna. Tehát kérlek, ezt az egyszerű technológiát használjuk a hétköznapi életünknél. És hogyha olyan dolgok vannak, hogy mit tudom én, amiken így egyéni szinten nem tudod változtatni. Tehát van egy, mit tudom én, egy probléma, egy helyzet, amit nem tudunk megoldani. Akkor menjünk neki a, mit tudom én, menjünk, ahogy szoktam mondani, menjünk a Kossuth térre nyálat lóbálni? Ne! Hanem akkor én magamnak beteszem a fejemben, hogy igen, akkor az életemet úgy kell alakítsam, hogy
az, aki arra pályázik, hogy az én munkám gyümölcsével lakjon jól, azt megoldjuk, hogy éhen maradjon. Hogy menjen el magának dolgozni, termeljen magának, és hogyha erre nem képes, akkor dögöljön éhen. És az ember ezt így szépen nyugodtan magába lerendezi, hogy jó, nem szidok senkit, nem bántok senkit, megadtam, mert belementem olyan dolgokba, amiről nem volt tudomásom, rendben, ez is egy konfliktus megoldás, mit tudok én azért tenni, hogy ne így legyen, hogy másképpen legyen. És akkor az embernek millió adódik, érted? Nem jössz ki a pénzedből? Lehet, hogy nem azt a vállalkozást csinálod, amire anya természete küldött. Miért nem olyan dologgal foglalkozol, ami természetet szolgálja, a világot szolgálja, a világ előrehaladását szolgálja? Na most... Már most hallom, érted, már eszembe jutott dolgok, érted, hogy de hát itt Magyarországon nem lehet megélni, meg hát már az összes piac ki van akmázva, már a multik már mindenre rátették a kezüket, érted, már minden ipar már multikézve van, itt már nem lehet labdába rúgni. Hadd mondjak neked speciál egy ilyen osztrák vállalkozó ismerősömnek az esetét, csak hogy nézd meg, hogy milyen dolgokkal lehet szuper jó vállalkozásokat csinálni, érted, hogy már megint túl nagyba gondolkozunk, hogy megint túl misztifikáljuk ezt az egészet. Egyszerű, figyelj ide! Tudod, vannak ez a röhögtem, mert Magyarországon még ezek a olyan mosogató alá beserelhető lefolyók vannak, tudod, hogy ez így jön, és akkor ez visszamegy, és akkor az úgy megy, és akkor 50 helyen kell szétcsavarnod, ha eldugul, érted, akkor fél mosogató úgy lébe úszik, vagy mosogató lébe úszik, érted, hadd ne mondjam. És a srác kitalált egy olyan baromi nagy műanyag darabot, érted, hogy ugyanez a szifon, csak egy oldalról lehet egy ilyen, fogsz egy ilyen kis kupakot, leveszel, puff, két perc alatt ki tudod tisztítani, visszateszed, kész, el van intézve. Érted? Nem kell az egészet szétszerelni, mert nem úgy szereled szét, hogy a csöveket, hanem az oldalán van egy luk egy kupakkal, és kezded, ilyen szifonokat csinál, érted, és viszik, mint a cukrot. Mert százszor jobb, mint az előző típusok. Érted, és akkor hazajövünk magyarba, érted, és akkor nézem, hogy hőanyám, és úgy árulják ezeket az ócska szifonokat, érted, mintha más nem is lenne a világon. Nincs itt Magyarországon egy vállalkozó, aki ki tudna fröccsönteni, érted, egy ilyen műanyagdarabot, ami ráadásul még olcsó termék, tudják az emberek venni, praktikus, stb. És akkor ezt a trutymákolást ki lehet majd hagyni, érted. Gondolod, hogy a építési vállalkozók nem ezt fogják inkább beszerelni, mint Ausztriában, érted? Hát örülök meg. Érted? Hát csak annyit talált, hogy a szifon ne szétszerelősen lehessen kitisztani, hanem oldalról, érted? Megcsinálta, és degeszte keresi magát, érted? És mennyi ideig tart egy ilyen fröccsöntőgépet beüzemelni, érted? Érted? És ilyen oldalról tisztatható lefolyó szifonokból keresi valagra magát, érted? De nagy ész kellett hozzá, ugye? El kellett azon gondolkozni, hogy na, itt első körbe kell nézni, hogy ja, valami nem jó van. Mit lehetne jobban csinálni? Csináld jobban. Anya természet meg fogja honorálni. Anya természet pont ezt várja tőled, hogy vedd már észre, hogy mit kell jobban csinálni, csináld jobban. Szolgáld a bolygó érdekét. Na, jó van, jobban indultam. Jó, oké. Okay. Igen, és akkor... Mi van akkor, ugye most megyünk tovább még abba a verzióba, hogy ha most nem tudom megoldani, akkor alagút, igen, legalább tudom, merre tartok, majd azt szeretném, most még oké, itt van ez a szar, de addig se idegeskedek rajta, mert nem erre teszem a tekintetemet, hanem előre. És akkor így tudom nyugiba tartani magamat, azzal a valós, reális hiszemmel alappal, hogy igen, eldöntöttem, ez már másképp lesz. Most ez van. A korábbi döntéseimnek ez a következménye, most másképpen döntök, és akkor jövőben másképpen lesz. Ha pedig sehogy nem lehet egy konfliktus szituációt megoldani, mert például nem lehet feltámasztani az illetőt, aki elhunyt, mert az a dolog már nem fog újból előkerülni, vagy mit tudom én, ami összetört, az a családi erekje, ami tönkrement, az már nem lesz. Érted? Csak nem lehet már visszacsinálni. Na most ezekre az esetekre való az, hogy oké, akceptálom. Valamiért így kellett történnie.
És akkor az ember ezt kell, hogy akceptálja. Tehát legyen meg bennünk az a tudat, az a biztos tudat, hogy ezt a dolgot, ha fenékkel verem magam földhöz, akkor se tudom megváltoztatni. És ha nem tudom megváltoztatni, akkor el kell fogadni. Akkor meg azért nem érdemes rajta kattogni. Figyelembe véve azt, hogy azért akarjuk mi leállítani magunkat, meg abba hagyni a konfliktuson való lovagolást, meg generáljuk vele az elváltozásokat, nem akarunk betegek lenni, nem akarunk nagyon betegek lenni, és ezért ésszel kell lennünk, észnél kell lennünk, ébren kell lennünk. Kívánom nektek, hogy minden alkalommal, amikor egy tükör fölbukkon a környéketeken, jusson eszedbe, hogy is vagyok, jó vagyok. Ismeritek már, ahogy szoktam mondani, hogy na mi zúvazze? Én ezt a kérdést szoktam föltenni a tükörbe áldogáló kettődimenziós figurának. Na, oké, akkor miből tudom azt, miből veszem észre azt, hogy egy konfliktus megvan oldva? Tehát egy konfliktus akkor van megoldva, hogyha a konfliktusnak a témája, tárgya érdektelen. Lesz orom. Nem érdekel. Nem hat meg. Tehát ha érdektelenné válik a konfliktus tárgyalma, tárgytalanná válik, és már nem tud érzelmileg fölzaklatni. Például, mondom a barátom esetét, hogy ugye ki volt akadva valakinek a viselkedésén, és akkor olyannyira, hogy már neki is voltak elváltozásai, és na valahogy ez így összejött saját elváltozása kapcsán, kiderült, hogy honnan ered, és akkor elkezdte a konfliktust generáló szemét nekem úgy leírni. Hogy most akkor ezt csinálja, meg ez is meg képes erre, meg megteszi azt is, meg ilyesmi, jó? Csak én a szervatlasznak a megfelelő kékhátteres részébe felütöttem ott az adott támadóvarhoz tartozó leírást, és akkor mondom, hogy és csak ez, így, hú, tényleg, azt a, na figyelj, ez egy elmezavar. Ez egy elmezavar. Tehát az, amint te fönnökadsz, amiből a konfliktust csinálod, az egy elmezavar. Tehát egy elmebeteg embernek az elmebetegségén akadtál fönn. Na jó kis hülyeség, nem? Mert hát szegénykém, ha akarna, se tud másképpen működni. De hát ez olyan, mint egy depressziót szidni, hogy de legyen már jó kedved! Hát nem így működik. Ilyenek is volt egy. Érted, hát hagyd már békén szerint. Hagyd már békén. Na, és akkor rájön, érted, hogy ja, és én ezen képes voltam felidegesíteni, ja, hogy ez ilyen sablonos? Ja, aha. És akkor az illető látja, hogy hát aha, tudom, hogy miből fakadnak az életében a kudarc élmények. Egyik egy válás miatt gyerekek vesztesége, a másik az meg, hogy most a vállalkozás, azért van meg hülyülve. Jó, oké. Hazamegy. Megint kapja az ívet, vagy apukám szokta mondani, megint kapja az ívet. Mit csinál? Begyullad? Nem. Úgy van vele, hogy jó van. Igen. Hát ez van. Ilyen hülye vagyok. Kész. Ha, ez van. Érted? És kész. Már nem hagyja meg. De hogy jutottál ide valaki? Hogy megértette a szituációt. Megértette, hogy ez nekem azért fontos, mert ő ezt a viselkedést produkálja, és ez egy alapbeállításom, hogy egy elmebeteg ember élősködését nem esik jól elviselni. Oké. Nyugtázom. Rendben. És akkor ugye megnézem azt, hogy van ez? Ja, hogy ő elmebeteg. Aha, átértékelődik a fejembe. És már nem tudok rá úgy nézni. Már nem tud meghatni. Azt is szoktam mondani, hogy ilyenkor így mond kiállunk a céltábla elől. Tehát jön a beszólás, oké. Amikor valaki, hú, most biztos megint haragudni fognak rám, de ezt is elmondom, hogy amikor valaki azt mondja, és emlékszem magamra is, hogy én is ezt mondtam régen, tehát ez nem vagyok kivétel én se, hogy persze, de mert mindig fölidegesítel.
már megint csinálod azt, amit már utálok, és már megmondtam százszor, és már megint azt csinálod, és már megint fölkaptam a vizet, akkor tudod, mit csinálok? Akkor így beállok a céltáblára, és mondom, hogy na ide lőjetek. Érted? Érthető ez így? Mert én döntök úgy, hogy azon lovagolok. Hát hányadjára csinálja már azt? Érted? És még mindig képes vagyok főzaklatni magamat? Hát ki a hülye? Hát én? Na. Érted? És itt is odáig kéne eljutni, hogy ja, már megint mit tudom, mit csinált. Jó, oké. És? Szóval a konfliktusokkal nincsen semmi baj. A konfliktusok kezelésével van a baj. Először is, hogy ennek nincs kultúrája. Másodszor nem tudtuk, hogy ezt miért lenne fontos ennyire komolyan venni, és ilyen hatékonyan, célirányosan, mindenféle misztifikálás, meg spiritualizás nélkül csinálni. Most már tudjuk, és akkor meg tudjuk oldani ezeket a konfliktusokat. Ugye, hogyha tudjuk, hogy hol a tüske, és hogy hogy áll a tüske, akkor tudjuk kivenni. Addig csak nyomkodjuk össze-vissza. Jó van, drágáim. Én azt hiszem, hogy potom 2 órába sikerült elmondanom, amit 1 órára terveztem. Nézzünk egy pár kérdést. Megpróbálom visszatekerni. Tudjátok, még most legyen szerencséje annak, aki utoljára írt, és akkor nézem. Jaj, az biztos, hogy nem vírus, és írom, mert komment... Jó, itt valaki válaszolt valakinek, szuper. Azt mondja, hogy mit... Na, itt van egy jó kis kérdés. Mitől alakul ki az úgynevezett kéz-láb-száj szindróma? Pici vörös kiütések a mellkason valakinek a szájában, amik egyre nagyobbak lesznek, szétterülnek, és úgy múlnak el, kiemelkedők az... Hólyagosból röszközérzet akkor múlnak el, amikor kicsit fiszketnek, valakinek lehullanak a körmei. Na, drágáim, ilyen nincsen, tehát ezt azért fixáljuk le, jó, hogy bőrkiütés, bőrfelhám, viszket, túlérzékenységet produkál, bőrfelhám, szociális elválasztási konfliktus. Ugye, megint az van, hogy és járik a semmi baj, ne és félre, nem azért mondom, csak hogy itt most valami nagy okos kitalált egy jó hangzó betegség nevet, ez a kézláb és főcimpa szindróma, és akkor most erre rávetődünk, hogy az akkor mi. Nézd meg mindig, hogy mi a tünet. Hát van ilyen is, olyan is, ennél ez, annél az, annál meg annál, hát akkor ez nem egy dologról beszélünk. Mi a közös dolog? Hát mit tudom, bőrkiütés. Oké, bőrfelhám. Szociális elválasztási konfliktus. Az egyén biológiai oldalúsága, jobbkezes vagy balkezes, meg a konfliktus szociális vonatkozása, elődutott partner vonatkozás, arról dönt, szociális elválasztási konfliktusok esetében is, hogy a testnek melyik oldalán jelenik meg az elváltozás. Azon belül pedig, hogy hova aszociáljuk az elhatárolódási kellemetlenséget, elhatárolódási kényelmetlenséget, vagy szociális elhatárolódási szándékot. És akkor ott jelenik meg az elváltozást. Most, hogy valaki ezt a mellkasára aszociálja, szájára, stb., ez már mindenkinek külön-külön előprogramozásnak a kérdése, hogy miért pont oda aszociálta. Tehát köszönöm szépen ezt a szuper kérdést, nagyon bonyolultnak tűnt először, valójában semmi másról nincs szó, csak itt szimpla tüneteknek a csokorba foglalásáról és misztifikálásáról. Azóta van a vírus is Magyarországon. Na, már ide hallom a Herceg Andreát. A Herceg Andreától származik az információ, hogy már a nagy gyógyszerkonferenciákon is, mert vannak ilyen haladó szakemberek mindenféle konferenciákra, meg ilyen hivatalos rendezvényeken ott vannak, és lépést tartanak a éppen aktuális szaktudásnak a magas szintjével. Hát ez pont nem egy ilyen dolog lesz, de a nagy gyógyszerkonferencián, vagy az ilyen gyógyszerészeti témájú konferencián előadják, hogy most már vannak kórház-specifikus mikroorganizmusok. Minden kórháznak van saját bioflórája, érted? És akkor már tök vicces, mert a kórházon kívül nem marad meg a mikroorganizmus, a kórházban pedig tovább létezik, érted? És ilyeneket mondanak, már kórházfóbiát ültetnek az emberekbe sokszor,
Vicces. Egyet értsünk már meg. Bruce Lipton is ugye elmondta, hogy nem a genetikai struktúránk határozza meg a működésünket, meg azt, hogy hogy találunk helyet a külvilágba, hanem a külvilág állból érzékelt ingerek határozzák meg a sejtmag működését, vagyis a külső tényezők, az, hogy milyen világba érkezünk, határozzák meg a genetikánkat. Tehát nem a genetikánk határozza meg az anatómiánkat, hanem hogy mi mit szeretnénk, ez határozza meg. Tehát, hogy a genetikai struktúra változik. YouTube-on egyébként fönt van Bruce Liptonnak a videója. Azt hiszem, mi is föltettük egy pár szót, csak mindig letiltották, mert nagyon nem szeretik az ilyen témákat. Ami miért? Hát azt a témát, hogy kapsz egy választ a kérdésedre, aztán az még 25 másik kérdést fölvesz. A hagyományos tudósok nem szeretik az ilyeneket. Bruce Lipton, Sejtek elméje című könyvét nagyon ajánlom nektek. Ha még hiszel a genetikai determinációba, szerintem végét fog érni ezzel a könyvvel. Úgyhogy nagyon jó, hogy most már ilyenek is elérhetők. Igen, mit szerettem volna még? Ja? Oké, szindrómát letudtuk. És hogy behozták a vírust, meg egyebeket. Figyelj, ezeket mi generáljuk? Ott van a Béchampnak. Nézzétek meg azt hiszem az Egészségügyi Mafia című könyvben, vagy a második részében, a Mi a fenét keresek én itt tulajdonképpen című könyvben, le van írva ez a Béchamp Pasteur történet, hogy a Béchamp fogott egy szelet tiszta húst, nem voltak rajta bacillusok, stb. Le volt fertőtlenítve, letett egy bor alá, és akkor 3 nap múlva 2 milliárdféle mikroorganizmust talált benne, és akkor megállapította, hogy hát ezek valószínűleg a húsból jöttek elő, mert nem kívülről mentek be. És akkor ugye ez megint egy olyan felfedezés, hogy elkezd bomlani a hús, és abból az állati sejtekből külön mikroorganizmusok létrejönnek, amik lebontják a húst, érted? Szóval ütközött a sok vallásos megközelítéssel régebben, és mindenki is mondtam ezt, hogy ja igen, hogy ja, azt akartam csak, hogy belőlünk jönnek elő a vírusok tulajdonképpen, tehát nem tudnak ezek minket megfertőzni. Lefogadom egyébként, kismillió dologgal bepróbálkozott már ott a népességszabályozók, hogy de nem akar működni, úgy látszik. Jó. Fú, de jó, a gyulai fürdőben is volt ez a vírus, mi már voltunk ott. De jó, akkor nekem is van ilyen vírusom. De jó. Cokszakhia vírus. Na, jól van. Következő. Oké, megyek visszafelé akkor. Jó, köszönöm a kommenteket, köszönöm a bátorításokat, szuper. Így van, Varga, Bojiné Varga, Szirvia, konfliktusoknak elébe kell menni, minél előbb megoldani, szépen sorra kell venni őket. Tökéletesen egyetértek, én ezt úgy mondanám picit másképpen, menjünk elébe a konfliktusoknak, nézzük meg, hogy hol vannak konfliktus lehetőségek. Tehát nem az, hogy csináljunk konfliktusokat, vagy ugrasszuk ki a nyulat a bokorból, és akkor mint... Na, ez is érted, hogy... aki azt mondja neked, hogy csinálj valakinek konfliktust, hogy úgy a dolg rendeződjön, az nem korrekt tanács. Úgyhogy így van, oldjuk meg őket, minél hamarabb, egyetértek én is. Üdvözlet Prágából. Hello, Anikó. Szuper. Svédország, itt a fél világ, szervusztok Angliából, világ magyarjai, egyesüljetek. Na, oké. Okay. Úgy látom, itt valaki nagyon lelkesen válaszolgat a kérdésekre, nagyon szépen köszönöm, Demeter Zoli. Hálás vagyok, hogy itt a rövidre zárod a kérdéseket. Oké. Okay. Jó. Gál Zsuzsanna, jó estét kívánok én is. 12 éves jobbkezes fiúnak bal oldali herevi szer, hasi sérve is van 6 éve. Mi lehet a konfliktus? Kötőszövet gyengeség? Na, először is. A sérveknél azt szokták mondani, hogy kötőszövet gyengeség.
Ezt én inkább kötőszövet elgyengülésnek, vagy kötőszövet túlterhelésnek nevezném. Mert hogyha valami rendszeresen van használva, például focizik valaki, vagy sokat fut, akkor az ötykölődéstől az alhasnak a kötőszövetei ma automatikusan megerősödnek. Tehát ez így alkalmazkodik. Viszont ismerősöm például belefutott egy több hónapos köhögős különprogramba, és gyakorlatilag kiköhögte a belét, érted? Tehát a rengeteg köhögéstől szó szerint kibúttak a beleért. Tehát amikor valaki az még kiköhögöm a belemet, az is igaz. Hát komolyan, van ilyen. Figyeltük a sérveket, sehol nem vettünk még észre elváltozásra utaló nyomokat, tehát ez nem egy természetes elváltozás, inkább valami hirtelen igénybevétel. Na most ez, hogy mi az a herevíz szér, azt meg most megint lehetne vitatni, ez is egy jó téma, azért is csapok le erre az esetre, mert sokszor nem herevíz szér az, amit herevíz szérnek diagnosztizálnak. Lehet a herében érgyulladás, lehet a herének hereszövet gyulladása, azt is könnyű félre diagnosztizálni. Lehet a here a zacskónak a belső részét ugye úgynevezett savós hártya borítja, ami ugye amikor a gyerek nő, akkor az úgy leereszkedik a hasüregből egy ilyen beboltosult rész, az ott szokták például variokelét diagnosztizálni, a herevíz sérvet, amikor valakinek úgy látszólag folyadékkal van tele a golyója, ami nem vér, nem, hanem inkább csak szérum. Na most a herevíz sérv nevű jelenség igazából herezacskó folyadék gyülem. Csak a pontosság kedvéért tegyük tisztába. Tehát a variokele az nem visszér, meg nem érelváltozás, hanem egy hártya elváltozás, valamiféle nemi szervi sérülés vagy sérülés veszély után. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy mit tudom, tele van a tököm ezzel a dologgal például, és az a dologat én úgy élem meg, hogy ez bántó, amit csinál, és tele van a tököm a bántásaival, akkor megvastagítom a hátját a zacsiba, és amikor lejöttem a konfliktusra, akkor jön a herevésér. Van egy ismerősöm, egyem azt drága szívét, azóta is ha nézed a műsort, szeretettel üdvözöllek, biztos, hogy magadra ismersz, aki mindig azt mondta, hogy na, ezzel tele van a tököm, ugye? És mi lett az eredménye? Ilyen golyók, érted? Egyszer, amikor abba hagyta, hogy ezt így fogalmazza, és abba hagyta, hogy mindent úgymond a tökelyre asszociál, egy sértésre, vagy egyebekre, akkor belépett a megoldás után, és szakaszban is majd kidurrant a golyója, olyan folyadékgyülem lett a zacskójába. És ugye nem tudta, hogy ilyenkor kicsit föl kell kötni, nem szabad nagyon lógatni, meg nem szabad állva közlekedni, még a víz is húzza, úgyhogy jó, megszenvedte. Tehát a herevíz sérv az igazából heresérülés konfliktus után, a megoldás utáni szakaszban jelentkező folyadékgyülem. Tehát az, hogy hasi sérve is van 6 éve, hát akkor feltételezem, nem sokat sportol az a gyerek. Valószínűleg ilyen ördögi kör is lehet, mint sok esetben előfordul. Jaj, sérvem van, nem sportolhatok. Nem mozgok, nem terhelem a hasamat, pedig vannak tök jó kötők, érted? Összekötöd, felkötöd, odakötöd, és mehetsz. És úgy is emelhetsz így, érted? Tehát ez nem akadály. Jaj, de hát sérvem van, én nem emelgetek ilyesmi, csak eltunyul. Aztán meg egy megerőltetésnél, amikor muszáj, akkor meg kibújik bele az embernek. Úgyhogy erről röviden ennyit. Hú, de jó kis esetet írt valaki, valakit megszivattak telefonon valami. Sikerült valakinek telefonon a biológiai konfliktust kiváltani. Ah, de jó. Nyakas Mónika, hálásan köszönöm ezt a hozzászólást. Várjatok, még nem menjetek el, még ez is érdekes lesz. Azt mondja, hú, még mindig 292-en vagyunk. Köszönöm a figyelmet. Kedves Roberto, kaptam egy telefont, és a hír azonnal teljesített az 5 feltételt, célozít arra, hogy elváltozásba indító konfliktus. Megszólalni se tudtam, aztán 2 percig ragozta még az illető, majd közölte, hogy csak vicc volt. Tehát elméletileg a konfliktus 2 perc alatt megoldódott, meg is oldódott. Én azonban utána sem tértem magamhoz, pedig a férjemmel is beszéltük, tehát nem tartottam magamban, még egy héten át sírtam.
Hiába tudtam, hogy nem igaz. 3 hétre rá elment a hangom, 3 napra, utána 2 hónapig torokgyulladás, mandulagyulladás, nátha felváltva. Miért indult be a külön program, ha valójában nem állt fenn a konfliktus? Azt mondtad, hogy agyalhatunk, amit akarunk, ha nincs meg az 5 feltétel. Ez így van. Na, mi történt itt? Egy olyan dolog, amit sokan nem tudnak, vagy nem realizáltak még, ugye nem járnak rendszeresen 4 napos tréningekre, én ott el szokott ilyen hangzani, még németben is volt róla szó. Mi történik itt? Tehát a konfliktus elszenvedéshez tartozik. Ugye, mikor találnak be a konfliktusok? Mikor vagyunk agyilag gyengék, hogy akár egy dolgot túlreagálunk? Éhesen, szomjasan, pisisen, kakásan, fáradtan és kielégítetlen, nincs probléma megoldás, majd holnap. Meg ki kell elégíteni ezeket a szükségleteket, és utána a legkeményebb problémával is vigan megbirkózunk. Ha ezek nincsenek kielégítve, az ember agyilag gyenge, és meg tud nyekleni. Érted? Akkor úgy, mintha már előre ki lennék fáradva, és akkor könnyebben megnyeklek. Nem tartom Monika kizártnak, hogy amikor beütött ez a konfliktus, akkor mondjuk egy olyan fáradt, éhes, nyűgös, kimerült állapotban voltál, hogy agyilag nem bírtad ezt úgymond menedzselni. Akkor is, hogyha ez egy vicc volt, azért az neked betalált valami. Tehát ott valami fontosságod nem sérült, hanem az úgymond meg lett pengetve. Azt a fontosságot nem lenne értelmes, tehát jó lenne, értelmes lenne esetleg, hogy kideríteni, hogy ez neked miért tudott esetleg biológiai konfliktust okozni. 1. 2, amit még rövid konfliktus, aztán hosszabb bonyolodalmakhoz szeretnék elmondani, az az, amit tréningemmel x alkalommal eldumáltam. Hogy ott, amikor az az illető nem mondta meg még, hogy hello, csak vicceltem, ez csak egy szaftos vicc volt, ott teljesültek a feltételek. Ott, mint a láncreakció, tak, végig szakadozott az idegvégződés a fejedbe, vicc ide vagy oda. Tehát amikor megkaptad ezt a telefont, akkor nagyon elsült a fejedbe az időzített bomba, aztán lenyugodtál. Milyen lesz egy ilyen lefutás? Nagyon kellemetlen a megoldás után. Jó, hogy nem, várjál, nálad még az volt, hogy még húztad egy darabig. Na, lapozunk. De jó, legalább nem kell olyan magasra másznom. Igen, itt eltúrant a fejedbe, de mondtad, hogy jó, még utána is, mert itt is írtál, 2-3 hétig még gyakorlatilag a hatás alatt voltál. Na most, az a dolog, amiben nincs realitás, az nem vág így haza. Tehát ott valami azért megpendült. Jó, lehiggadtál, de a leírásod alapján nem került ez megnyugtató megoldásra. Tehát nem az volt, hogy ja, hát az egy vicc volt, kész. Ott valami betalált. Aztán lejöttél, ugye, egy rövid, gyors, hirtelen konfliktus intenzitás után ellaposodik a konfliktus, utána megoldódik, akkor egy nagyon intenzív autószakasz jön. Tehát hiába tartott ez 2 hónapig, 2 nap alatt ágynak esünk, és kívül, magunkon kívül vagyunk. És ugye ez itt ilyen lesz akkor. És valahol itt lesz vége a külön programnak. Tehát valami ilyesmi lefutás volt. És a másik dolog, hogy amikor te itt bepánikoltál, akkor nagyon megtekerted a számlálót. Ilyen is van. Tehát ugye a súlyosabb elváltozás kialakulásához idő kell. De az agyilézió kialakulásához nem kell sok idő. Tehát ott voltál a konfliktusban, és akkor te nagyon megtekerted, olyan ez, mint tudod, mint a búgócsiga, érted, hogy így... És akkor így pörög. Most rövid idő alatt is nagyon fel tudjuk pörgetni a számlálót, és akkor lehetnek ilyen hosszabbnak tűnő szakaszok.
De az is azért van, ugye, mert itt nagyon gyorsan, nagyon intenzíven éljük meg. És akkor felpörög a számláló, akkor gyorsan bemegy a számláló. Tehát a konfliktus intenzitás a számláló forgatásának gyorsaságát határozza meg. És ilyen van, simán látunk ilyeneket, tudjuk, hogy tudom én, egy ilyen 10 perces, egynapos, kétnapos ijegységnek 2-3 hetes megoldás utáni szakasza van, mert az alatt a pár kis idő alatt az illető olyan konfliktus tömege generált, amit csak így tud az agyunk helyreállítani, csak így tud a szervezetünk helyreállítani. Úgyhogy van ilyen, sajna. Most benyújtatásképpen mondom, hogy hál' Istennek a szervi tünetek nem ilyen gyorsan kialakulóak, tehát egy daganatnövekedés, ez így is úgy is idő kell. Tehát az nem megy könnyen. Úgyhogy szuper a kérdés. Tehát ott akkor is valami betalált, hiszen sikerült nálad egy biológiai konfliktust kiváltani. Második dolog, hogy azért lett ilyen csúsztatott a tüneteknek a megjelenése, mert valószínűleg ilyen ilyesmi lefutásod lehetett. És ugye itt a két terület, az egyforma hosszú, egyforma lehetett itt ez, itt ez. Na, szuper, oké. Köszönöm szépen a Mónika kérdésedet. Jó kérdés, lehetne még róla beszélni? Nem is tudom ezt, hogy tovább boncolgassam egyedül. Oké. Pikkely sömör fejbőrön senki sem tudja gyógyítani. Ez így van. A pikkely sömör az egy gyógyíthatatlan dolog, de gyógyulható. Ugye a szociális elválasztási konfliktus, frusztráció, hogy néz ki, zavar, viszket, bánt, azt mondták, el fog terjedni. Pikkely sömörnél gyakran ilyen ördögi körről van szó. Van egy csipcsup dolog az ember életében, tudom, hogy Heróton van valakit, vagy találkoznak. Herót a pikkely sömör magyar neve egyébként, meg az ekcémának is a régi neve a Herót. Herótom, hogy találkozzak valakivel, kijön, viszket, fú, úristen, itt a pikkely sömör, hú, el fog terjedni, kialakul imáron egy lokális konfliktus aktivitás, és minél jobban zavar a pikkely sömör, annál nagyobb lesz. Egyszer valaki jön, és azt mondja, hogy abrakadabra, az Isten fiának nevébe meggyógyítottak. Ha, jó, oké, szia. És akkor az ember, ja, most akkor ez el fog múlni, tehát kit billen az ördögi körből, hogy erre szoktam mondani, hogy a felkiáltó jelbe görbül, mi van? Tényleg meggyógyulhatok? Tényleg nem gyógyíthatatlan ez a dolog? Puff, már rögtön le is jön az ördögi körről, és akkor elkezd gyógyulni. Tehát fejbőrön valamit ide aszociál valahogy, valamiért. Az érintetet kell megkérdezni, hogy miért, mit aszociált oda. Nem tudom. Bármilyen szociális konfliktus lehet. Ha nem akarom az arcomat oda tenni, lehet, hogy csak a viszketés a haj tövébe, és akkor attól jön elő. Jaj, drágáim! Ilyen kérdésekre, ez mókás, és nehogy félre, és nem cikizlek, csak hogy a teljes család falat konfliktusos, mindenki puffat, elhízott generációk óta, hogyan lehet ezt megtörni? Egyes szám első szemében, kedves Andrea. Egyes szám első szemében. Ugye szoktuk azt, na hát még ha 2,5 óra után még mindig 250-en itt vagytok, és figyelmet adtok nekem, akkor még egy dolog. Ha legyen egy ilyen finálé, nagy-nagy extra haszon itt a végére. És akkor most hagyományosan régi módon fogalmazok. Ha kíváncsi vagy rá, hogy milyen betegségek veszélyeztetnek téged elsősorban, ezt biológikusan úgy fogalmazzuk, hogy ha kíváncsi vagy rá, milyen elváltozás külön programokra rendelkezel már programozással, akkor nézd meg a családodon, mik fordulnak elő. Fogsz egy papírt, elkezded írni, apa, anya, papa, mama, és így tovább, és akkor elkezded így írogatni, hogy na, faternak mi volt, ez imáj, külön program, meg mit tudom én, a körme, meg mit tudom én, itt kihullott a haja, így mész tovább, jó, fölír szépen mindenkit, aztán nagypapákat, nagymamákat is, jaj, ki ne hagyjátok, baromi fontos, nagyon, nem egy olyan emberrel esetleg találkoztam, ahol nem a szülőket, hanem egy az egyben nagyszülőket mintázták le a gyerekek, Isten tudja milyen okból, nem tudom, úgyhogy a nagyszülőket is meg kell nézni. És akkor így, apai, anyai, tessék szépen összeszedni,
És akkor mi ennek az értelme? Tehát ezt az egészet összeszeded egy csomagba, egy listába, és akkor megnézed, hogy aha, körömgomba, belenyúltam valami mocsokba, amit nem tudok kitisztázni. Oké, tudatosítom, hogy nekem is van ilyen programozásom, legközelebb valami ilyen dolog történik, akkor valami mást fogok megélni, nem ezt. Jó, oké, következő. És akkor elkezdjük így végignézni, és majd felismerheted, észreveheted, hogy neked is csak olyan elváltozásaid voltak, és lehetnek, amiket a szülőktől lemintáztunk, konfliktusilag. Úgyhogy kérlek szépen szedd össze azt, hogy milyen elváltozáshoz, milyen konfliktus tartozik, tudatosítsad. Ezt így mit jelent tudatosítani? Az, hogy így kiszedegeted, jó rámeditálsz, átgondolod, hogy így van, stimmel, igen, rendben van, és összeírogatod, és tudod, hogy aha, igen, én ilyen vagyok, kész. Illetve, hogy én rendelkezem ilyen beállítottságokkal. Akkor is, hogyha nem tudok róla, mert itt van eltárolva hátul a tudat alattéba. És akkor ezzel ki tudod küszöbölni a fejedben lévő időzített bombáknak az eldurranását. Ugye ezt így szoktuk itt mondani biológikusok, az ilyen elrakott konfliktus, időzített konfliktusok, vagy konfliktus témák, amik csak időkérdés, hogy mikor fognak a fejünkbe eldurranni. Jó, tehát ezeket nézd meg, szedd össze a konfliktusokat, és úgy elmélkedjél rajta. Ez mindössze ugye azt a célt szolgálja, hogy azon a viccen nem röhögünk, aminek a poénját lelőtték. Azon a konfliktuson nem fogsz sokat tudni önfeledten lovagolni, amire így tudatosítva lett, hogy aha, ezzel óvatosan. Kedveseim, sikerült most ezt a mai alkalmat elég jó végigbeszélnem, mert jó nagy témát választottunk. Hálásan köszönöm a kérdéseiteket. Hát itt is látom, szinte olyanok vannak, amik bőrelváltozások. Remélem nem váltottam ki senkinél konfliktusokat azzal, amit mondtam. Ha mégis, akkor nézd meg, hogy az miért szolgálja a javadat, mert minden konfliktusnak van értelme. Jó, más olyan kérdést már nem látok, ami így kuriózum lenne, vagy amiről ne lett volna már szó a korábbi adásokban. Úgyhogy, drágáim, jó, köszönöm, hogy mondod. Jó, szuper. Majdnem elfelejtettem megint. Tará! Szervmanok németül! Kedveseim, megjelent a szervmanok most már németül, és tényleg itt az ideje, hogy megvegyed a gyerekednek. Ugye a szervmanok biológikusan gondolkozó hölgyemény, nőszemély, Tajtinos Szabó Dene az írója, és ugye ő gyerekeknek csomagolja a biológikus gondolkodást, úgyhogy egyrészt, aki ismerősötök van, és tud németül, és vannak gyerekei, karácsonyra ennél jobbat nem igazán, nem hiszem, hogy tudtok adni. Ezzel így elkezdett a gyerek már gondolkozni, és úgy, na, nem lőve a point, aki tudja, miről szól az a könyv. És most már németül is kapható, úgyhogy kérlek szépen szóljatok az ismerősöknek. Azt hiszem, az organatlasz.de címen is megrendelhető. Nem azért mondom, hogy tudom én nem részesedek belőle, tehát, tehát nehogy azt gondolod, hogy én ezt tök ingyenreklámozom, azért, mert tudom, hogy jó, szeretem, és a lányomnak is el vannak téve ezek a könyvek. Igen. Mindezek mellett ajánlom szeretettel figyelmetekbe a hasznoslinkek.biologika.hu címen elérhető linkeket. Itt minden biologikás fontos dolgot megtalálsz. És ennyi. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, kérlek adjátok a hír tovább, szóljatok az ismerősöknek, van biológika, vannak biológiai természettörvények, nem kell már betegeskedni, akinek van döntő képessége, van cselekvő képessége, akar magáért felelősséget vállalni, most már lehetünk egész életünkben egészségesek. Nagyon köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, minden jót nektek, és várlak szeretettel egy hónap múlva, 19-én, 19 órakor, azért 19, tudod, hogy ne legyen 20. Köszönöm szépen, minden jót nektek, szervusztok!